És most kapcsoljuk Dél-Afrikát. Élőben Dél-Afrikából, a Dzsungel Stúdióból. 6 óra múlt, pontosan 13 perccel. Jó reggelt kívánom mindenkinek. Hello, Feri! Hello! Hello! Mi van, kis barátodat kivégezted? Szerintem arra számít, vagy arra számított, hogy van még néhány reklám, és ezért a kis időzítését azt úgy lőtte be, hogy még van egy perce. Úgyhogy nem sokára befut szerintem. Ahogy van. Érezte. Szia, Jani! Figyelj, ki van-e? Ki vagyunk mi számolva? Takra, érted? Itt egy kicsivel kevesebb reklám, és már bajban vagyunk. Hát mi takról takra mozgunk. Időről időre, másodpercről másodpercre. Jó reggelt mindenki. Sziasztok! Csáv. Meg az a baj, hogy nem szól a rádió fönt. Tehát, hogy hozzá van szokva az ember, hogy ugye kim van a kis konyhájában, az Üllői ott 102-ben, ugye a festői stúdión környékén. Jobban hiányzik. És hiányzik. De hogy egyébként ott hallod, ahogy szól kint a rádió, és igen. Látod, hallod, tudsz rohanni a végén, itt nem tudok rohanni. Igen, itt nincs rádió, és ezáltal, hogy nincs rádió, nem tudjuk, ilyen kicsit ilyen furán vagyunk, ilyen 6 óra 8, mondom, mi mehet? Reklám mehet? Zene mehet? Hát, szignál mehet. Valami. Szignál, ugye tudja az ember, hogy 6 óra 4-kor van vége, plusz 2 zene, ugye mert hogy 2 zene van, most ebben maradtunk, plusz egy kis reklám, tehát a nagyjából 6-8, 6 óra 10-re be kell érni. De az ember tényleg vakon tapogatózik, míg a kocsiban hallott, hogy mi van. A mellettünk lévő... kiszállsz a kocsiból, nem szállsz ki, mondjad? Mellettünk lévő plázában, emlékeim szerint, ott van a Jacaranda FM. Jacaranda FM, ugye, igen. Ugye, azt hiszem az a neve a dolog. Hát próbáljátok meg azt hallgatni, hát ha ugyanolyan a műsor struktúrájuk, tehát már lelopták rólunk, hogy van egy hírek, egy reklám, meg egy zene, azt hallgassátok, és akkor, amikor vége van a helyi előadó művész, nem tudom milyen című számának, akkor beültök, hát ha bejön. Ennél jobbat most nem tudok mondani, talán ahhoz lehet viszonyítani a dolgot. Nem tudnánk megjegyezni valószínűleg annak az előadónak a nevét, mert azok túl új zenék. Igen. Na mindegyben vagyunk. Úgyhogy az idő az nyomorúságos. Hát kinéztem az ablakon, és azt láttam, hogy tócsákból áll a víz mindenhol, hogy konkrétan ősz van. Afrikában vagyunk, de hogy ennek az időjárásnak semmi köze nincsen ahhoz az Afrikához, amit láttunk annak idején. Én tegnap kezdtem el átszámolni a dolgot, hogy ugye október, november, december, ha azt visszafordított tavaszra, akkor az január, február, március, tehát ott most nálatok március van, és ha így eszetekbe jut a hazai március, akkor az hasonlóképpen esős, nem lehet? Ez így van, itt januártól jön az igazán jó idő. Tehát ezt egyébként ők is mondják, hogy ez itt most a tavasz. Akkor kibekeljük. Maradsz addig. Vagy visszajövünk. Vagy visszajövünk. Ők is mondják, hogy ez a tavasz. December, január, február környékén jön meg a valódi nyár, tehát amikor pont nálunk tényleg a legnagyobb téldübörög. Ez itt most ez a nagyon esős, nagyon csapadékos, kicsit hűvösebb idő, de hogy azt mondják, hogy azért ennél jobb szokott lenni. Hát kérlek szépen, 11 fok van jelen pillanatban kint. És esik az eső, ami aztán egyszer csak bedúran elmúlik, és utána jön a napsütés, és akkor viszont nagyon meleg van. De hogy látom, hogy Pécset hatalmas vihar, Budapesten óriási vihar, eső, szél, azt mondja, hogy kicsúszott autó, Balatonkeresztúron viharos szél és eső, szóval, hogy azért otthon is zajlanak az események. Hát igen, komoly, és itt egyébként nagyon sokszor hallottuk már azt az elmúlt akárhány napban, mert én már nem is számolom, mert összefolynak ezek a dolgok egymással, hogy srácok, esni fog az eső, sokat fog esni, de utána sokat fog sütni a nap, és utána pedig berobban a természet, és minden kék lesz, sárga lesz, piros lesz, amit akartuk, gyönyörű lesz az egész. Én alig várom már, hogy robbanjon már be a természet, mert basszus, de tényleg. De az esőt, ha várja figyelj, az hát ember, tudod? Esőt mondtak az elején, az megvan. Tehát valószínűleg a berobbanás is. December 1-én jön a berobbanás, amikor ti már itthon lesztek valószínűleg. Aha, na, jó, de ne akartok hazajönni. Valahol egy nehez politi webkamera, ahol majd megnézhetjük. Mert itt meg 8 fok van szerintem, vagy maximum 10, és tényleg szakadó eső, retteltes hideg, úgyhogy itt se jobb semmivel. Istenem. Bizony. És az ember egy csomó jó dologról lemarad. Én például lemaradtam egy fontos eseményéről a gyermekemnek, az ő életének egy meggyőző. És azt gondolom, meghatározó momentumáról. Összerakta az első elemes bútorát, és nem voltam ott. Milyen elemes bútor? Tök jó, vettek egy ilyen kis forgószéket, íróasztal mellé, és a gyerek összepakolta. És
nejem elküldte ennek a dokumentumait gyakorlatilag a fotóról fotóra, ahogy sikerült így össze applikálni ezeket a kis elemeket egymással is. És én nem lehettem ott, pedig tudjátok, hogy mekkora szívás összerakni egy elemes bútor. Ez frankó, mert eszem már többször beszéltünk adásban róla, ugye, hogy nekünk nem mindig megy a svéd gyártónak egy-egy bútora, és akkor a 12 vagy 13 éves virág oda megy, és pikpak összerakott egy elemes igen. bútor. Apa kicsit megalázó. Igen, apának ilyesmikbe hullott ki a haja. Sose raktam még össze elemes bútor, gyerekek. Hát illetve megpróbáltam, csak nem sikerült. Mitől elemes, hogy utána kinyílik magától az ajtó, vagy miért kell belelem? Vagy úgy elem, hogy elemekből áll össze? Szerintem távirányító, szerintem megnyomok rajta egy gombot, és ennek kijön a fiók. Szerintem ez még a tegnapi álom. Ceruza elemben működik? Igen. Hogy elemes? De milyen elem? Góliát? Vagy nem, amikor nem akar kijönni a gyerek a konyhába, akkor megnyomok egy gombot, és kő kigurul. Egy kicsit ilyen, hogy hívják, hogy meghoztam a virágot. Köbbük is. Igen. És beszél is a bútor? Az menő egyébként. Igen. Mindig is vágytam volna egy elemes konyhaszekrény. Korgó nyelven beszél. Na mindegy, mi van otthon, Feri, mi újság? Gyakorlatilag ez a rettenet idő van. Amit szeretnék nektek mondani, hogy ugye már nyilván számoljátok a visszafelé levő időt, hogy most ez a hét van, lesz egy kis szabadságotok, az jó lesz pihenés, és aztán van még 2,5 hét. Na most, ha azt gondolod, hogyha egy ilyen 6-7-es etap után te hazajössz, és neked az életed ott rendbe jön, átöleled a családodat, megnyugszol, és jó lesz, akkor nagyon téved. Erre vágyom. Én értem, én ugyanerre vágytam, hogy hazajöttem. Na most azóta eltelt 2 hét köznap, a hétfőket. Gyakorlatilag próbálod magad előtt lapátolni mindazt, amit elhagytál, én csak 2 hétig voltam kint, olyan sűrűségű napjaim vannak, amit nem tudok elmondani. Tehát ti, amikor hazajöttök a 6 hét után, szerintem simán arra számítsatok, hogy még 2 hétig fogtok kapkodni, 2 hétig fogsz megőrülni, mert ez elment, az elment, úristen, azt elfelejtettem, még ezt el kell intézni, és ezt megtetézi az, hogy mint a leprástól félnek tőled az emberek. Ezt csak mondom, ez tegnapi tapasztalat, elmentem a piacra, bementem a boltba, és a például... Köhögtél egyet? Nem is kell köhögni. Például olyan emberek, akik eddig szívélyesen kezet fogtad veled, nagyon jóba vagyok a leheltéri hentesekkel például, és mindig, amikor megyek arra, Ferikém, szevasz, izé, gyere, adj egy 5-öst, mi a helyzet? Na most ez nincs. Kicsit gyanúsan néznek rád, a kérdés, hazajöttünk? Hát mondom, én jöttem haza, te valószínűleg itthon voltál eddig is, de igen, hazajöttünk, akkor mondjuk így, és nincs, jól láthatóan nincs semmi bajom. Tehát a 10. embernek már ezt mondod, hogy hidd el, nem fertőzöttünk meg, nem, a Jani nem az évót pihenni 2 napig, mert akármit összeszedett, egész egyszerűen kicsit kimerült, és én jól vagyok, nézd meg, jól, érted? És már 15. embernek magyarázod el, hogy figyelj, nincs semmi. Hát az, ami itt a cégnél van, hétfő reggel bejöttem, a kapcsi meglátott, és elkerült az udvarban. De mit, ebola vagy malária? Tehát nem, mi az, amitől igazán félem? Vagy hepatitis, vagy hastifusz, vagy tehát mi a félelem oka, azt tudják, vagy meg tudják fogalmazni? A kapcsi azt mondta, hogy neki tök mindegy, látszik, hogy én vírushordozó vagyok. Mondom, kapcsi, miből édes csillagom, mesél erről, mert nagyon kíváncsi vagyok. Azt mondja, nem úgy áll most az egész szervezeted, én látom, hogy tele vagy merülve, sápat vagy, mondja nekem úgy, hogy én még voltam napon kint, amikor kint voltunk, tehát viszonylag jó barna színem van. Mondom, kapcsi, ez biztos, hogy nem állja meg a helyét, hogy én sápat vagyok, mert na mindegy, akkor is neked biztos, hogy van valami bajod. A tegnapi nap a kisboltban állunk, ahol szoktunk járni vásárolni, ugyanez volt, a néni gyakorlatilag a 1/2 kiló kenyeret úgy bökte át a pulton, hogy még csak véletlenül se érjen össze a kezünk. Hát ugye a lappangási idő, attól tartalak rettenetesen. Hát de most... ha még nem is látszik rajtad, akkor biztos most vagy a lappangási idő alatt, ezt az időt angálnak rákozni, a karanténban kellene tölteni, nem pedig itt az emberek között veszélyeztetve mindenkit. És kicsit látod, hogy kimész a bármilyen helységből, hogy így szánakozva néznek után, hogy hát pedig milyen aranyos fiú. Igen, már milyen kevés ideje van hátra. Milyen jó számlákat még fel tudja adni. Milyen jó ember volt. Milyen jókat beszélgettünk, mikor jött ide. Istenem, na mindegy, szegény gyerek, tehát ezt látod mindenkinek a tekintetében, és ugyanakkor meg szeretnéd behozni az elmúlt 2 hetet, nektek majd 6 hetet kell behozni mindenben,
tehát még egy hétig fogsz rohangálni, mint a mérgezett tenger, és közben állandóan ez van, hogy na, akkor te most nyilván mindjárt meg fogsz halni. Úgyhogy ez, erre készüljetek fel, hogy a 6 hét az legalább 7 hét, még egyet hozzá kell számolni, mert nincs az, hogy én is arra számoltam, hogy majd mondjuk hétfőn elvégzem a kis dolgokat, kedden már tudok kicsit pihenni, este már gyerekezni, mondjuk jó, ez megtörtént ez a dolog, de hogy így körülbelül ez az, amire föl kell készüljél, hogy mint az őrült fogsz rohanni, és mindenki megkérdezi, hogy akkor biztos, hogy nem fertőzöl-e. Ne hidd, Feri, amióta megmutatod, hogy hogy kell szolgáltatót váltani a telefonomon, és átjönnek az SMS-ek a bankomtól, azóta én nyugodt vagyok, hiszen nap felé tiszta vagy. Mindent sikerült feladnod. Mindent sikerült időben precízen pontosan átutalnom, úgyhogy gond egy szál sem. Hogy vagy az egyik szolgáltatónál átjönnek az SMS-ek, hát, nem értem. A másiknál meg nem. Egyszerűen nem értem. Van ugye egy olyan szolgáltatónk, aminél otthon vagyunk, és ennek van egy dél-afrikai változata is. Most a dél-afrikai kollega az valahogy egyszerűen nem tudja átküldeni, úgyhogy egy helyi szolgáltatóra váltottunk, Feri zseniális ötletéből kifolyólag, és onnantól kezdve takra pontosan jönnek át. A helyi szolgáltató mit jelenti, egy kecskéből kiáll két darab antenna? Igen, természetesen. Szerencsére a szálloda mellett van. Igen, egy folyamatos mozgásban lévő gnúcsorra. Impalának a szarvaira felszereltek egy antennát, rávágtak a seggére, és egy rohan, akkor úgy van. Nem, egy Skarabosz bogár görgeti maga előtt az adóállomás. Szóval, hogy egy helyi erő. Igen. Aha. De nem tudom, mitől függ, hogy valakinél átjön valakinél, nekem is így van. Csak mondom egyébként, hogy egy világbrand volt az, ami nem nagyon tudta hozni az elvárható minimumot, én azt gondolom, a másik pedig egy totál no-name helyi, ahogy mondod, kecskéből két antenna körülbelül. Mert a világbrand, és működik. Mert a világbrand az a biztonságra törekszik, tudod? Tehát a helyi szolgáltató mindet tovább dobja gyorsan az SMS-t, ők ellenőrzik, hogy nem fertőzött SMS-se. Érted? Uh-huh. Tehát ő megnézi, megvizsgálja, babusgatja, tartalmat vizsgál, hogy vajon mi lehetne Esprit és Budapest között, ami ennyire fontos neked, és akkor később küldi tovább. Tehát ők a biztonságra. Miután fél nap után jöttek át az SMS-ek, amiket vártam, én azért egészen másra gondoltam, hogy mit babusgassanak ők. Nagy szeretettel. Csak vigyázz az ítéletidő, ami átsöpör az országon. Narancssárga riasztás Dunántúli megyékre, most látom, 90-100 kilométeres szél. Mi van otthon? Armageddon? Vagy mi történik? Pontosan. Az átmegy? Vagy ez most ez lesz most? Hogy azt mondtuk ugye, hogy lesz hóesés, de hát itt látom az időjárás jelentést, meg hogy milyen hírek vannak itt igazából. Mi van otthon? Négy napos hosszú hétvége lesz, amikor ugye a családok tudnának kirándulni, tudnának pihenni egy kicsit, elmenni ide-oda, hát akkor jön ez az idő. Tegnap délután egyébként tök jó volt, reggel még esett az eső, délután már 20 fok volt, na most ez a része is el fog múlni a dolognak, tehát a délutáni 20 fok se lesz meg, csak marad a tomboló rossz idő. Ennyi, de hogy ez most már szerintem most már marad egy darabig. Nézzétek a jó oldalát a dolognak, beszorulnak a lakások a családba, sokkal közelebb lesznek, nem lesznek ilyen alibik, hogy ha elmegyek, akkor hozok nektek még egy üdítőt, megyek, megveszem a jegyeket, stb. Nem, bent lesznek egy szobába, és mindenki szeretetben, boldogságban újra felfedezi a másikat, lehet újra beszélgetni, elővenni a régi fotókat, régi videókat, régi emlékeket. Tényleg, kerüljetek kicsit közelebb egymáshoz. Társas játékozás, milyen jó az, így van, ugye? Így van, kinevet a végén. Na, társasjátékozásról egy kérdésem van egyébként, hogy szerinted Balázs és Jani hány éve az akkor, amikor a gyerek önmagában rájön, vagy egyáltalán honnan hozza azt, hogy lehet csalni egy játékban? Te ezt nem hiszed el, mi ugye rendszeresen szoktunk, én nagyon imádom, hogy mindenféle társasjátékaink vannak, meg a srácok is imádják, és tegnap vettem észre azt, hogy ráadásul nem is a lánygyerekem, aki idősebb egy évvel, mint a férfi ember, hanem Soma, elkezdett kamúzni a dobókockázásban. Ugye szokásos ilyen lépegetős kis játék, dobnod kell a kockával, és amennyit dobsz, ugye annyit lépsz. És a srác kiszámolja, hogy melyik az a mező, ahol kapja az ajándékkártyát, tehát négyest kell dobni, és már látod, hogy ugyanhogy te ne lásd, a bal kezével eltakarja a jobb kezét, kiforgatja a négyest a kockával, és úgy próbálja meg eldobni, hogy a kocka ne görögjön a természetes útján, hanem csak elcsúszson az asztallapon. Hogy ez honnan van? Mert én például hát mindig... a nevet személyeskedésnek köszönöm, érted, tudom, hogy ezt akartad mondani, éreztem, hogy ezért, hogy én vagyok a csaló. Nálunk persze, hogy mindenki becsületes, hiszen... Igen, hiszen te az áfát is mindig időben befizeted. Én meg egy rohadt adócsaló vagyok, aki különböző élő húsállatokat hordált a határon a NAV szeme láttára. Persze, amikor Dél-Afrikából jövök. Ezt a coming out-ot én nem gondoltam volna, hát hogy te vallod ennyi ember. Hát te küldted Dél-Afrikából az anyagot a családnak, azt hoztam át. Hogy ez honnan jöhet szerintetek? Óvodában látja? Csibészség van benne, az jó egyébként. Annak a csibészség az jó, de hát amikor elmondod, hogy nem csalunk,
érted, a játékban, hanem tisztességesen játszunk legalább a családon belül, és akkor se tud vele mit csinálni az ember, tehát azt látod, hogy megy a kamu, és elmondja ez az, hogy Sama, figyelj, ne, értem, de ez nem egy gurítás volt. Ez na, majd ha egykor prémium kategóriás újra glettelt autóknak a kilométer óráját állítja majd vissza, 20 évesen Feri, és ott állsz majd mellett, és próbálod lebeszélni, és azt mondja, hogy fatter, te ebből nem értesz semmit, ebbe van a biznisz. Igen, és húzzál, mert ebből fizetem a szeretet otthonodat, apu. Ja, igen. Hát, ha oda fog beadni, érted? Hát igen, kinek mi jut. Úgyhogy hát ezzel küzdök most. Na mindegy, érdekesek egyébként, igen. Beni is mindig nyerni akar, játszunk ilyen babócás kinevet a végén. Nagyon szeret. Ő is eléggé felhúzza magát, ha nem tud nyerni egyébként. Az tök jó, hogy az akarat megvan bennük, hogy ő nyerni akar. Szerintem az hasznos lesz később is. Az amikor jó. Mondjuk egy cégnél vagy a saját vállalkozásodat csinálod, az nagyon jó. De hogy ezek a kis tiklik honnan jönnek? Tehát nyilván Ovi nem ott valakitől elleste. Szerintem egyébként ez valahol genetika is. Azért valljuk be őszintén, mi magyarok elég élelmesek vagyunk. Sokszor szóba került ez már itt a műsorban is, és természetesen itt az élelmesség alatt egy pozitív dolgot értek, de van bennünk zsiványság. Van bennünk zsiványság. Kitaláljuk, megtaláljuk azokat a lehetőségeket, amiktől jobban tudunk boldogulni. Megtanítja rá az embert az élet. Ez a forgóajtón igen. Utoljára megy be, először jön ki, mi? Hát az egy tipikus, nem mentalitás. Nem, az nem tudja értelmezni. Az nem tudja értelmezni a szerkezet működését. Na jó, van, hogy állunk játékkal, mi a helyzet? Csúfol. A hét el is buktuk, ugye? Azt hiszem ez volt, hogy el is buktuk. Kétszer, kettőből kettőször kikaptunk? Így van, 2-0 a hallgatók javára, úgyhogy ma már bármit csinálunk, ez a hét elment, mert háromnapos, és ezzel az Afrika-Magyarország párharc 2-1 Magyarországnak. Ó, gyerekek, akkor a jövő hetet hoznunk kell. Jó, hát egy ilyen kis csonkahetet bebukhatunk. Nincs azzal baj. De most még szépíthetünk. Jól van, lehet jelentkezni játékra. Jó, egészen nyugodtan, ha valaki szeretne, tegye meg, hogy ír nekünk SMS-t. Várunk közlekedési híreket is, mert ahogy látom, rengeteg helyen égszakadás, hideg van, eső, szél, ítéletidő. Többek között például Szombathelyen, ahol mondják, hogy még ítéletidő nincs, de már kezd esni az eső, és szél is van. Úgyhogy oda is megérkezett, de még nem a legdurvább formája egyébként. Azt nézem, hogy van-e valami olyan közlekedésünk, azon kívül, hogy csúsznak az utak, meg levél van az úton, az is fontos persze, de hát az most szerintem az egész országra jellemző. Vízátfolyás, leszakadt vezeték Nagybajomnál, és elkerülő, na ez fontos, Szolnoknál a 4-es elkerülő lezárva baleset véget. Ezt nem olyan régen kaptuk. Oké, meghallgatjuk a legfrissebb híreket, mi a helyzet a világban. Jó, addig lehet jelentkezni játékra, ahogy mondtam, mi pedig jövünk a hírek után. Balázs, Feri, Johnny, Manny, Afrika! Morning Show. Jó. Másfél hónapon keresztül. Ez szóval. Élőben. Dél-Afrikából. Am I going radio, Titiwa? És most kapcsoljuk Dél-Afrikát. Ettől mindig mosolygok, komolyan mondom. 6 óra, 49 perccel, jó reggelt. Kívánunk minden drága Morning Show hallgatónak. Hello fiúk, hello lányok, hello mindenkinek. Abban a rádió titulál. Ez a kedvencem. Bármi gyerekeket. Pákó mondta, hova mennek rádióznak, akkor beletezzük azt a rádiót, azt a szót, hogy rádió, akkor biztos mindenki elhiszi, hogy arról beszélek. Abban a rádió titulál. A kamu nigériai. Mekkora kamu, úristen. Ki lenne ebben az országban a leginkább elveszve? Ki? Pákó. Itt egészen biztos, hogy őt tennék meg először. Na, jól van, bugyintocsok minden, brutális eső van Recsken, gyerekek, szakad az eső Szombathelyen, Budapest irányába Gödi kihajtó után sebességmérés, aztán autókeresztben a határúton, tudtok-e valamit a 10-es útról, mert Vörösváron van a sor vége, ezt Z kérdezte tőlünk, és van egy trafi az M2-esen Gödnél, üzente nekünk Seri. Hát gyerekek, zajlik a reggel, főleg, hogy ilyen idő van, mi pedig játszunk, ha minden igaz, itt van a hét utolsó játékosa. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Rádió titva. Halló, jó reggelt kívánunk. Sziasztok, Marian vagyok, Szekszárdról. Szia. Marian, hello Marian. Milyen az idő Szekszárdon? Hát, itt nagyon rossz idő van. Esik az eső, mert beértem dolgozni, addigra teljesen elástam. Elástam, hát igen. Az esőn jött a szél, kipultozta a kezemből, úgyhogy
semmit nem használt. Mit dolgozol, Mariam? Hát sokan dolgozom az Aliska Gemenc Plusznál, ahol függönykarnisokat gyártunk, képkereteket, és a gipszkatonozóknak varom én az élvédőt. Aha! Mondanám, hogy teljesen értem, hogy mit csinálsz, de nem is akarnék ebbe mélyebben belemenni, majd akivel játszol az esetleg rákérdez. Kivel szeretnél játszani? Janival. Jó, legyen a János. Indítjuk az órát. Jó, jó játékos vagy, okay. Vagy gyakoroltál, Mariam? Hát még próbálkoztam, de remélem, hogy sikerülni fog. Nagyon izgulok, úgyhogy remélem, hogy sikerülni fog. Na, meglátjuk, ha nem kapkodsz, és jó vagy, akkor tud sikerülni. Mehetünk? Mehetünk, igen. Na, 3-2-1, és tessék. Mariam, szeretnél kérdezni? Inkább kérdezte. Ezzel a standard kérdéssel kezdem. Kérdezek? Kérdezzél. Szombathelyi vagy? Azt mondtad? Szekszárdi. Harcon lakom, de Szekszárdon dolgozom. Hol pontosan? Bocsánat. Harc. Szekszártól 15 km. Harcs? Tolna megye. Harcs vagy harc? Harc. Aha, jó. Mióta élsz ott? Hát születésem óta. Család van? Van, két lányom van. Gratulálok. Tudtad, hogy nekem is van egy lányom? Tudtam, igen. Hallottam. Hát a vége! Tudtam, igen! Jani! Ne arra gudj, Marian, de hát... Maria, nagy sorozatot kaptál, fej, gyomor, vese, lép, mi mindenhol ütöttek, vágtak, csíptek, rúgtak, haraptak téged, de egy ideig bírtad, aztán a felénél egy kicsit elfáradni látszottál, igen. És sajnos. Elment az erő, pedig jó voltál az elején, tényleg. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy játszottam veletek. Örülünk, hogy játszottál, sajnos nem tudunk ajándékcsomagot adni, jó munkát neked. Köszönöm szépen, viszont egy szép napot. Szia, szép napot! Hello! Akkor tehát így... 2-1, a dicsőségpontunkat János varta be, köszönjük szépen neked, hogy nem megalázó 3-0 lett a hét. De nyomorúságosan elbuktuk a hetet azért. Jó, hát igen. Igen. Na jó, akkor most mi van? 2-1 Afrika? Magyarország. Igen, mert az első hetünket nyertük, a múlt hetet elbuktuk, azt hiszem, ezt most megint elbuktuk, tehát az a lényeg, hogy a Magyarország-Afrika párharcban 2-1-re a hazaiak visznek. Ajjaj. Figyelj, van még azért 3 hetetek kint, szerintem az alatt, ha még 2 tudunk hozni, akkor egy döntetlenben ki is lehet egyezni, az a 3-3 az olyan szép. Igen, tehát 2,5 hetünk van, egy csonka hét majd, meg 2,5 hét. Ugye valahogy így vagy. Igen, jövő hét az teljes hét, jövő hét utána itt az teljes hét, és akkor utána egy csonkább. Ahogy észrevettem, hogy akkor vagyunk könyörtelenek, meg akkor hozzuk a pontot, amikor rossz idő van. Inkább bukjunk el mindent. Csak jöjjön már a jó idő, gyerekek, igen. Meglátjuk. Ki köhög? Mondd meg neki, ne köhögjön. Laci megérkezett, kérlek szépen, reggel itt volt már velünk, ide bejött a stúdióba, nem tudom, ezt honnan veszi ezt a bátorságot, nem engedte meg neki senki, de szeretettel látjuk, és akkor itt ő elköhögcsél a háttérben, hallgat bennünket, és közben szerintem különböző praktikus tanácsokat néz a befőzésről a laptopján. Csak kinek nincs semmi baja, annak, akinek most is karanténban kellene lennie. De miért? Semmi bajom nincs. A lappangás idő. Na, itt majd van, mutatom neked. Nézd, itt ül. A helyeden ül egyébként a Laci. Laci. Hello, Laci. Sose gondoltam, hogy jó lesz látni egyszer ezt a stúdiót, de most jól látni. A Lacin sose gondoltam. Őt nem jól látni soha, de hát azt ő tudja. De hogy nem magát a stúdiót. Mentek, nézd meg, megmutatom. A nagy tévén is ti mentek. Nagy tévén is ki vagyunk. Hát ez se lett nagyobb. És gondolom, a szaga se jobb. De tényleg, azért mennyi kellemes élmény fűződik ez a kis lookhoz. Sose gondoltad volna, hogy hiányozni fog egyszer. Hihetetlen. Egyszer talán Gyula be is fejezi a festését is, ha már egyszer elkezdte 6 hónappal ezen. Lookhoz ennyire még nem kötöttél, mi? Dehogy nem. Hát igen. Hello, Anna. Jaj, ott van, Anna baba. Ti már így az a Mindent megszépít a távolság, minden mondom, korábbi ilyet, közös ilyet élmény. Nem, ilyet nem mondtál soha még, Anna baba, mondom, mi van veled, beteg vagy? Jani, meglocsoltam a virágokat, mert ugye indul majd a 4 napos. A porhüvelyüket gondolom, ne, hát hogyha most locsoltad meg, amióta eljött. Tényleg? Dehogy is, átvettem most a fél tabotot. Hűtő, rendbe, kávégép kipucolva.
mintha jönnénk, tudod, mintha jönnénk haza. Megrettentetek, amikor belenéztetek, mi úristen, már csak 3 hét. Na jó van. Oké, 5 perc a pontosan 7 óra. Jó, jönnek újra a legfrissebb hírek, mi várunk közlekedési híreket, és jövünk a hírek után. A rádiózás legextrémebb kalandja. És most induljon egy újabb óra a Klassz FM-en. A távolság nem akadály. Bauni, Magyarország! Morning Show, élőben Dél-Afrikából. Balázs, Feri, Jani, Meni, Afrika! 7 óra múlt pontosan 9 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani. Sziasztok, jó reggelt. Hallgatók, itt vagyunk, és nem hallom az alázenét. Miért nem hallom? Most már hallom. Igen. Zsöl, rákmények kötelére. Te voltál? Nem, kezdjétek volt? Rá zsűrre. Rúgjátok ki. Habár nem tudunk rácsapni a kezére, hiszen minden kezét odaadtad már valamiért. A kezei már nincsenek meg. Nincsenek meg. Csomó mindenem megvan, de a keze nincs meg, igen. Na nézzük a közlekedés híreket, mi a helyzet az utakon. Hatalmas vízátfolyások vannak a 8-as főúton Vasvár és Alsó Újla között. Azt mondja, hogy 30-40 méteren keresztül a rendéber őrei már a helyszínen vannak, hogy vigyázzanak ránk. Ez Bazsi küldte nekünk. Teljes utcára 4-es főúton Szolnoknál beterelik a népet a városba. Ari üzente. Vác nyugati 15 perc késés, és a csarnokban is esik az eső. Te jó Isten, beesik már a nyugatiba az eső? Ez nem jó hír. Dunaújváros régi 6-os út forgalom átlagos, de úgy esik, hogy jön szembe egy cunami, ezt Papesz küldte nekünk. M2-es Budapest irányába Gödög kihajtó után sebességmérés van, ezt Peti küldte nekünk. Autókeresztben a határúton emiatt is van dugó, valamint a 10-es úton is nagyon-nagyon nehéz a bejutás. Cekalognál a vasútállomás után Körösladány felőli végén kint vannak a rendőr bácsik. Köszönjük szépen, ez is SMS-be jött, és Szederkénél autó villanyoszlop, még nincs lezárás, ezt Ani küldte nekünk. Na. A zenei szerkesztő, ja nem, ezt nem. Igen, megint kapott egy üzenetet, nem adjuk át. Nem. Azt mondja, a Bocskai úton a Kosztolányi kereszteződésen nem működik a lámpa, az Allé irányába óvatosan Kuli G. Menjen. Kuli G írta ezt nekünk. Mikulás csomag az Aldiban, nem már szala. Hogy van Mikulás csomag az Aldiban? Ja, ott ezt akartam kérdezni, hónap. Tényleg. Hopszi, láttál hopszi, hopszi. Már? Mi van? Láttál már kellemes ünnepeket, Mikulás csomagot, szaloncukrot, mi van? Nem, hogy mi lát, a helyzet nem, otthon? Hát nem tudod elkerülni. A legkisebb bolttól a legnagyobbig, tehát a Mikulás dömping az már beindult, mert az ugye másfél hónap, tehát az már azért nincs annyira messze, bár veled értek egyet, szerintem is ráér azon a héten ezt beszerezni, ezt a dolgot, hogyha ugye a Mikulás, mert a gyerekek is hallgatnak bennünket, ha a Mikulás véletlenül egy rosszabb gyerek nem hozna, akkor ott a szülőnek meg kell venni, de nem ez a felháborító, hanem az, hogy a karácsonyi dömping is elkezdődött, műfenyővásár, fenyődíszvásár már ki van téve a kis fölirat a boltokban, hogy kellemes ünnepeket kívánunk, és ami még hibázik hozzá, az az, hogy nem szól a jingle bells, tehát még a zene még hát, amilyen idő van, lassan szólhat, tehát a hó is esik, akkor már az ember jobban elviseli, mint a 28 fokos októberben, tehát ez most igaz. Már így egyébként itt szépen lassan, hogy megyünk bele a novemberbe, már nem annyira életidegen, főleg, hogy hózápor van néhány helyen, de még mindig fura. Még mindig fura. Hát, nekem annyira nincs a karácsonyi hangulatom, hogy most, amikor felolvasta ezt az SMS-t, én arra gondoltam, hogy azokat büntetik jelenleg a parkolási társaságok, akik a hipermarketek előtt teszik le az autójukat. Gondoltam én is. És aztán esett láttatott, hogy dehogyis, hát a közelgő ünnepről van szó. És mindenféle csoki Mikulások, meg minden? Úgy konkrétan kellemes ünnepeket már kint van? Már kint van. Már kint van. Van olyan nagy áruház, ahol már kitették azt a bizonyos feliratot, amit szerintem nyilván minden évben kitesznek. Egyik végét főszeged a plafonra, szépen lebontod, és akkor egy ilyen molinóval ki van írva, hogy kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk. Ez már megvan egy csomó helyen. Az, hogy díszt, girlandot, szaloncukrot már mindenütt lehet kapni, arra már szerintem föl se veszi a fejét az ember. Jó, megint lehet választani, és mész tovább. Mondom, a nagy sok az meg majd akkor lesz, amikor megszólalnak a karácsonyi zenék is. Ígérjük, hogy innen, ahogy megjelenik itt a hipermarketbe, bármi, ami karácsonyi, így egyrészt tudósítani fogunk, hogy megtörtént, ők is elkezdték, másrészt pedig viszünk innen csoki mikit. De nem látom még, hogy itt lennének egyébként. Szerintem lehet, hogy már 3 hét múlva lesz. Akkor csak mondom nektek, hogy a nagy áruá, ami velünk szemben van pláza, annak a végében lévő boltnak a hátsó, bal-hátsó sarkában már tudsz válogatni. Legalábbis még a Santa Claus Shopban. Így van, már ez a múlt héten így volt. Még nem öntötte el az egészet, meg ott sincs szerintem karácsonyi dekoráció, de már vásárolgatni lehet. Hát gyerekek, az nagyon kemény.
Az nagyon kemény, annyira nem vagyok még karácsonyi hangulatban. Viszont érdekes volt látni, tegnap élőben adta a tévé a Pistorius ügyét. És ugye hát Pretóriában van, tehát tőlünk körülbelül, mit tudom, 200 kilométerre tárgyalták a dolgot. Figyelj, itt a dél-afrikaiak, elsősorban egyébként a feketék megdöbentő módon, a fehéreket ez annyira valahogy nem érdekelte, szájtátva ültek a dél-afrikai hírtelevízió előtt, amikor a bírónő olvasta az ítéletet, és hangosan tapsoltak. Nem hittem el. Itt mentem ki pont a rádióműsor után, 10-kor, 11-kor, és az aulában egy CNN-nek megfelelő dél-afrikai hírtelevízió, tényleg élő egyenes adásban, bent a tárgyaló teremben, ülve mutatta a bírónőt, a képen olvasta az ítéletet. És kb. 25-en álltak itt kint az aulában, ültek a bőrfotelekben, és olvasták a bírónőt, aki éppen azt ecsetelte, hogy ugye hát mi történt, hogy történt, és hosszú-hosszú órákon keresztül olvasta fel a bizonyítékokat, az érveket, ellenérveket. Figyelj, tapsoltak. Tapsoltak, újogtak, húlyogtak, vitatkoztak a tévével. Én álltam ott egy 5 percig, mondtam, csinálok róla egy fotót, csak aztán nem volt erőm. Nem akartam elhinni. Itt valami olyan népünnepé volt tegnap, hogy a Pistorius végül leültették, hogy nem is értettem igazából, bár ugyanakkor nem értem az 5 évet. Bizony. Tehát számomra ez is fura. Tehát, hogyha de erről érdemes majd beszélni, hogy mennyit ér egy ember élet, vagy ez most hogy van ez az 5 év? Tehát, hogyha felmentem, akkor nem találom bűnösnek. Ha elítélem és leültettem, akkor miért 5 év? Akkor miért nem 10 vagy 15-et megölte, de kicsit ölte meg? Vagy 60%-ban megölte, 40%-ban azt hitte, hogy betörő? Vagy azért 5 év, mert ennyit érdemel? Hát akkor miért nem kapott 20 évet? Hiszen ha leültetem, akkor már 5 év, nem? Igen. Jó, mindegy, ez most csak egy ilyen kis hangosan gondolkodás. Igazából a család szempontjából kérdezem. De amilyen népünnepeit kint volt, az döbbenet. Lehet, hogy ilyen precedens értékű náluk ez a dolog, mégiscsak egy fehér emberről van szó, és lehet, hogy mondjuk a jogkorában elnézőbb volt velük szemben. Ugye a történelmi, tehát a múltra való tekintete ez éppenséggel elő is fordulhat. Mert azért ebben az országban mégiscsak hosszú-hosszú időn keresztül apartheid volt, ahol ugye a fehér ember úgymond mindenféle előnyöket élvezett a fekete lakossággal szemben. Lehet, hogy ezt ők most így értékelik. Aztán lehet, hogy tévedek, nem vagyok annyira otthon Dél-Afrika történet. Igen, de az nem tudom, lehet, hogy egyszerűen csak... De az kevésnek tűnik. Csak örültek neki, hogy valaki bűnös és leültetik, nem tudom. De az 5 év is az nagyon fura egyébként, nem? Nagyon-nagyon szóval, kevés. Szóval 5 év, ráadásul abból csak X-et kell leülnöd. Tehát, hogyha jó magaviseleted van, akkor azért ott is kiengednek egy idő után. Tehát ebből lehet, hogy mindkét 2 évet fog összesen leülni. A jól emlékszem, hogy az első döntés az volt, ugye, hogy nem bűnös, és szabadon engedik, és ez gyakorlatilag ilyen másodfoknak megfelelő döntés. Vagy ez nem született, meg ez csak az én fejemben van benne, mert én úgy emlékszem, hogy volt egy olyan rész, amikor ugye azt mondták, hogy igen, betörő volt, ő azt gondolta, és ezért ugye nincs büntetése a Pistoriusnak, de aztán még egy körre berántották a dolgot, és akkor kapta meg ezt az 5 évet. Arra nem emlékszem így konkrétan, hogy lett volna első fok, másodfok. Azt hiszem az volt, ugye, hogy megnézték, hogy beszámítható-e, akkor megállapították, hogy ugye mániás, meg mit tudom én, agresszív, meg ugye a fegyverviselétével is voltak bajok, amikor ott lövöldözött az utcán, meg ráfogta, meg a szórakozóján is balhézott, és most zárult le tulajdonképpen. Tehát felmenteni azt hiszem talán soha nem mentették föl. Arról volt szó, hogy ugye kényszergyógykezelés lesz, vagy közmunkára ítélik, vagy leültetik. És akkor most jutottak el a tárgyalási sorozatnak a végére, és így lett végül is 5 év. Erről már beszéltünk más esetek kapcsán is, ez a bírói munka, vagy az ügyészi munka, vagy aki a védő, hogy milyen energiákat kell itt megmozgatni, érted? Hogy találsz valami kis bizonyítékot, akkor te, mint a védő, azt használod így, a másik oldal használja máshogy, és aztán aki erősebben tud ezzel játszani, az fog belőle jól vagy rosszul kijönni. Hát itt is valószínűleg ez történt, amit te mondtál, ugye, hogy most akkor 60%-ban ő de 40%-ban meg rá lehet azt fogni, hogy ez egy véletlen baleset volt. Tehát ez hogy mér? Hát ezért fura igazából. Azt mondta a bírónő, azt pont láttam tegnap, hogy csak és kizárólag az egyértelmű bizonyítékokat számítja be. Tehát az, ami véleményes, nem egyértelmű, vagy csak az egyik oldal tudja igazolni, vagy állítani, de a másik oldal nem tudja megvédeni, cáfolni, vagy bizonyítani, azokat nem. Tehát csak az a beszámítható, és csak azt számítja be, amiről mindkét oldal azt mondja, hogy igen, ez így hiteles, és ezt elfogadják. Tehát a véleményes dolgokat, azokat bele se számította, és ez, így jött ki végül is ez az 5 év. Értem. Igen, de hogy szerintem egy gyilkosságnál ott egyetlen egy ilyen érv, amit mind a két oldal elismer, az elég ahhoz, hogy téged mondjuk életfogytigra zárjanak, vagy 20 évre, nem tudom mennyi ott az adható. Érted? Tehát, hogy nem értem én sem, mint hogy szerintem te se, hogy mi finomította ezt le 5 évre. Tehát ezt nem ezen gondolkoztam, ezt nem tudom.
Ráadásul azt mondják, hogy kijön majd házi őrizetbe, tehát az lesz, hogy ő valamennyit bevonul. Egyébként egy elég kemény börtönbe vonul be, de ott is már elkülönítik, ugye nyilván sportoló, meg fogyatékos, tehát hogy azért így átalakítják neki a celláját, meg egy csomó mindent csinálnak neki, hogy könnyebb legyen. Maga a börtön, ahova bevonul, az Dél-Afrika egyik legkeményebb, legtúlzsúfoltabb börtöne. Tegnap olvastam róla információkat, tehát így gondolkoztam, hogyha itt történne valami, akkor így milyen szörnyű lenne oda bemenni, milyen hülyeségeken gondolkodik az ember. Pretória mellett van ez a börtön, nem tudom, háromszoros a túlzsúfoltság és hihetetlen bandaháborúk, szóval tényleg kemény helyre megy, de hogyha jól viselkedik, akkor 10 hónap után, vagy 1 év után ő kijöhet házi őrizetbe, ami onnantól kezdve viszont hát maga a kiutazás, mert 2 évet még házi őrizetben, vagyis aztán szépen ez a dolog le van tudva. A sportoló karrierjének nyilván vége, de jön ki házi őrizetbe, ezt se értem. Hogy most akkor beküldök valakit 5 évre, és aztán 1 év múlva kijön házi őrizetbe? Hát hogy van ez? Hát elvileg azt az ítéletet hozták, hogy ő megölte a barátnőjét. Akkor hogy jön ki 10 hónap után? Igen, értitek? Valószínűleg ugye a fogyatékossága miatt kaphat egy... De hát ez is megint egy ilyen hülyeség. Nem. Szerintem pont nem. Hát neki ugye eleve az egész pályafutása azt példázza, meg ő azt próbálta bizonyítani, hogy a fogyatékos ember semmivel sem kevesebb, hogyha mondjuk az akarat elejét latba vetés, hogyha túl tud ezen lépni lelkiekben elsősorban, meg lélekerőben, akkor semmivel sem gyengébb, vagy semmivel sem kisebb a helyzetben van, mint mondjuk egy egészséges ember. Tehát nem hiszem, hogy ebből lesz. Valószínű, hogy az 5 év és a 20 év között van egy olyan különbség, ami ugye a magyar BTK-ban is nyilván megvan, hogy azt te előre eltervezted, azt milyen részletességgel hajtottad végre, kitervelted, gondatlanságból követted el, tehát nyilván itt is vannak azért fokozatok, mert itt is kaphat valaki mondjuk. Hát igen, csak tudnunk kellene egyáltalán, hogy mi a maximumot, ami adható, mert akkor tudnánk mi ezt viszonyítani, de hát nem itt tudjuk. Is, itt, de hogy itt is van több mint 5 év, tehát nyilván Dél-Afrikában is van, nem tudom, hogy most az életfogytiglan intézménye az működik-e, de nyilván 10 évet is adhatnak, 15 évet is adhatnak, tehát ilyeneket adhatnak. Gondolom, hogy úgy történt a dolog, hogy megállapították, hogy mondjuk nem egy előre eltervezett, egy előre kitervelt gyilkosság volt, hanem mondjuk ő azt hitte, hogy, de mégis megölte, és ezért mondjuk gondatlanság miatt, vagy gondatlanságból elkövetett emberről ölés lett a vált. Tehát nyilván vannak fokozatok emberről és emberről is között, ugyanúgy, mint nyilván a magyar BTK-ban is. Tehát ott is kaphatsz 5 évet, de kaphatsz mondjuk 20 évet, vagy 15 évet. Tehát attól függ, hogy mennyire súlyos, vagy a súlyosbító körülmények milyenek, vagy hogy te erre mennyit készültél, vagy hogy követted a különös kegyetlenség. Hát nyilván ismerjük ugye a definíciókat. Tehát ezért lett ez valószínű 5 év, de mégis az egész azért olyan fura ez a házi őrizet, meg hogy ő kijön. Hát mert ha ezt a házi őrizetet, nem a fogyatékosságodra való tekintettel kapod meg, akkor mire tekintettel? Tehát akkor a többinek miért nem jár? Érted? Én most ez egy kicsit Jani felé reagálva, amit te mondtál, hogy én értem, hogy ő azért küzdött, és hogy az bizonyította be, hogy ha az akarat meg a szellem rendben van, akkor lehet ugyanúgy futni, mint egy ép ember. De akkor egyébként mire adsz házi őrizetet? Pénzre? Hát könnyen lehet. Aha. Könnyen lehet, hogy mégiscsak egy paraolimpikon, olimpiai bajnok legendáról van szó, hogy azért van pénze bőven, stb. Lehet, hogy egyébként a közvélemény egy része nem is úgy reagálta, hogy mondjuk tegnap itt a halban reagáltak, ugye azok az emberek. Mi tapsoltak, mondom, ez döbbenet volt, újjongtak. Vitatkoztak a tévével, összevesztek, veszekedtek, olyan volt, mint régen tényleg, amikor így kihirdették az ítéletet, és akkor jött a nyilvános akasztás, és akkor ott még elmondták a kivégzendő ember bűneit, és akkor ott a nép összeverekedett, hogy most igaz vagy nem igaz, bedobtak egy kiló kenyeret a tömegbe, és mindenki elindult, és elindult a harcon, itt veszekedtek. Mondott valamit a bírónő, aki egyébként egy fekete bírónő volt, és azonnal kezdve néztem, mondom, ezek itt harcoltak egymással, döbbenet volt. Azt jó lenne tudni, azt egyébként jó lenne tudni, hogy ők mire újjongtak, hogy lecsukták 5 évre, nem tudom, vagy csak 5 évre. Ezt nem tudom, mert hogy közben a bírónő angolul mondta, ők viszont törzsi nyelven vitatkoztak egymással, tehát nagyon érdekes jelenet volt, mert hogy ők közben összevesztek, de nem angolul veszekedtek. Tehát itt, ahogy ha nem angolul beszélsz hozzájuk, ők egymás között azonnal törzsi nyelvre váltanak. Úgyhogy volt nagy dobálózás, ahogy értettem. Aztán előkerült 2 dob, egy sámán jelmezés. Igen. Csirkecsontokat dobtak a kőre, és transzba estek. Tehát volt egy ilyen vetülete is a dolognak. Na mindegy, szóval érdekes volt.
Meg aztán ki tudja, hogy hol fog megállni ez az ember. Ugye gondoljunk csak O.J. Simpsonnak az esetére, akit egyébként annak idején ugye hasonló eset miatt perbe fogtak, őt akkor felmentették, de utána az ember nem tudott már megállni a lejtőn. Tehát, hogy utána egyre több bűncselekménybe keveredett bele, stb. Tehát, hogy onnan már neki nem volt pardon. Igen. Ki tudja, hogy ennek az Oscar Pistoriusnak milyen irányt fog venni. Én reméltem, hogy többet kap. Én nagyon sokat olvastam erről az ügyről, meg magáról az emberről is, hogy milyen személyiség egyébként. Nekem nem áll meg ez a gondatlanság, meg nem áll meg, hogy ő nem tudta. Szóval, hogy féltékeny volt, rengeteget veszekedtek, neki volt már baja a törvénnyel, ha tele volt kisebbségi komplexussal a pali, rettenetesen sokat terrorizálta a barátnőit, terrorizálta az előző kapcsolatát is egyébként, amikor fegyveres konfliktus volt, akkor azonnal fegyvert rántott, és a levegőbe kezdett lövöldözni, tehát a pali meglehetősen furcsa módon viselkedett sok esetben. És azért ez, hogy itt egyszer csak ott nem tudod, hogy a te barátnőd van a vécében, ráadásul ötöt lősz bele, amikor már hallott, hogy a másik oldalon valaki sikítozik, meg kiabál, szóval az egész azért baromi fura egyébként, de hát látod, mégis azt mondták, hogy akkor 5 év és 10 hónap házi őrizet. Na mindegy, jó, ezt csak el akartam mesélni, egy érdekes dolog, hogy ez itt vagyunk Dél-Afrikában, pont van egy ítélethirdetés, és itt kint meg egy kis birok alakul ki, hogy veszekednek a bírónő, szóval én ezt elképzeltem, hogy otthon egy ilyen hasonló helyzetben tulajdonképpen mi történne. Viszont találtam egy alkalmazást, és ezzel kicsit meg is nyugodtam, gyerekek, az évszázad alkalmazásának tartom, mármint azoknak, akik nem szeretik a matematikát, vagy pedig szülőként ott görnyednek a gyermek matematika, hát hogy is mondjam, feladatai fölött, és nem tudják megoldani. Igazából semmire nem jó ez az alkalmazás. Én ezt elismerem. Oh. Uh-huh. Akkor tényleg hasznos. Milyen tekintetben az évszázad alkalmazás? Az évszázad alkalmazása azért, hogy a gyerekedet ne úgy engedd el a matek órára, hogy rettegsz te is attól, hogy beírják neki az egyest, mert ha nem kérdezik meg, hogy hogy jutott el a megoldásig, csak megnézik, hogy jó-e a megoldás, akkor viszont a gyerek átmehet matematikából. Van egy alkalmazás, ezt nemrég fejlesztették ki, ami arról szól, hogyha lefotózod a gyermek matek feladatát, akkor nem csak az eredményt írja ki, hanem konkrétan levezeti neked a fotó alapján az egész feladatot. És ezt kipróbáltam, egyelőre írott szöveget ő nem tud értelmezni, viszont a nyomtatott szövegre teszed rá, mit tudom én, ez az x plusz 2y plusz 3z egyelő 13, igen. Most azért ezt hárman összeülnénk, hogy akkor mindenki kap 5 percet, hogy fejtse meg akkor, hogy hát mennyi az most x. Most éróból toltad, szerintem ez majd nem biztos, hogy értelmez. Nehogy is nem. Nem, ez egy konkrét feladat. De erre te ráteszed a telefont, és abban a pillanatban neked kéz húzogatásokkal szépen folyamatában levezeti a matek feladványt úgy, hogy megmondja neked a végén, hogy egyébként, ha akarod tudni, mennyi az x, vagy mennyi az y, uh-huh. vagy mennyi az z, a feladat egyébként x plusz 2y plusz 3z egyelő 13. Aha. Próbáld ezt megfejteni, egyébként ez még nem is annyira nehéz, és nyilván gyűlölni fogják a matek tanárok, hogy ilyeneket használnak a gyerekek, de effektíve nem csak megoldást ad, hanem levezeti neked az egész feladatot. Na jó, de hogy nem fogják használni? Hogy nem zseniális. Hogy fogják használni? Azt mondják, hogy tanárnő, nekem azért vannak személyiségi jogaim, én a táblához nem megyek ki felelni, nem felel, csak és kizárólag dolgozatot vagyok hajlandó írni. De mondjuk házi feladat. Sebestyén, vezesse már nekem le, legyen szíves, hogy oldotta meg ezt a feladatot. Nem vezetem, ott van a papíron, tessék, olvass el, jó vagy nem jó, jó, ha jó, akkor kérem az ötösömet, ha nem, akkor hagyjon engem békén. Mit mondasz neki? Azt nem tudom, ez még így nincs felépítve bennem, hogy mit mondok neki, viszont döbbenetes, hogy ide jutottunk, hogy alkalmazások. Akkor ezek szerint a továbbtanuláson töröd a fejét. Ez matematikusi diplomára hajt. Az a bajom ezzel egyébként, hogy az magában jó dolog, hogy ugye levezeti, tehát az legalább. Na, mondom, hogy mi az igazi baj, az az, hogy megint elveszünk valamit a gyerekektől, megint a matematika szentségét támadod meg, Balázs, egy ilyen alkalmaz. De azért tudok ennyire örülni ennek, mert gyűlölöm. De ne gyűlölj. Átizzadt éjszakákat, a rettegéseket, a másnapi dolgozattól, elveszünk egy csomó szép dolgot a gyerektől. Egy csomó rengeteg jó dolgot. Nem ezt teszed, de készülni kell a matematika órára, János, és akkor nincs rettegés, akkor nincs átizzadott lebeg. Ne csináljuk ezt, gyerekek. Mindig megvertük. Most ennek köszönhetően a matematika szépségére. Kiültettük az első padba, és krétával dobáltuk az ilyen hozzáállás. Igen, csak most 9000 kilométerre vagy. Cserepes virágba. Persze, és betonba öntöttétek. A tényleg az a bajom, hogy egy csomó olyan dolgot veszünk el megint a gyerektől, hogy maga az alkalmazás zseniális technikailag, és ha meg kell oldani valamit, akkor tényleg jó. Csak hogy a mai gyerekek arra se fogják venni a fáradtságot, hogy legalább a levezetést átnézze, mert én most megnéztem Lacin ezt a programot, valóban az van, hogy sorról sorra lebontja neked, és megőrülsz. Egyébként annyira jó, hogy megbolondul.
tehát nyilván van benne kérdés, hogy jó ez vagy nem. De ha eljutunk oda a gyerekek, hogy okostelefonok oldják meg a leckét, azért ez milyen világ lesz, nem? Van egy kérdés, értelmezi a kérdést, kifejti neked. Ezt most akkor egy ugrás megcsinálni magyarból, egy ugrás megcsinálni történelemből. Következő történik, majd értem, amit mondasz, de gondoljunk bele, hogy a gyerektől nem veszed el az okostelefon, akkor úgy fog tanulni, hogy kap egy kérdést egyébként, lefotózza, befotózza az alkalmazása, és megkapja a választ. És kifejtik nekik a tételt, megcsinálják a magyart, megcsinálják a matematikát, tehát ide fogunk eljutni. Aha. Tehát nem a matematikát fogjuk tanulni egy idő után, hanem az lesz, hogy a tanárnő azt mondja, hogy jó, tegye föl a kezét, aki meg tudja mondani, hogy melyik applikáció segítségével tudjuk megoldani a következő feladatot. És ez egyébként és jó is. Találjuk. Sebestyén? Már mondom is, tanárnő, mondom, hogy hogy hívják? Úgy hívják, hogy fotomász nevezetű. Na, Sebestyén állítom mindenki Ötös. Elé köszönöm. Példaképpen. Igen, ő tud készülni. Maguk miért nem? Gyerekek, jó, ez a rész gyerekek. Egyébként rendben van, hogy tényleg arra felé kell nevelni a gyereket, hogy hogy lehet jó megoldani helyzeteket, és akkor a Balázs ötöse az, azt adom, az jogos. De még egyszer hangsúlyozom, hogy a matematikát nem lehet elvenni a gyerekektől. Dehogy nem, minden uh-huh. erőmmel azon leszek, hogy elvegyem. Ne, Balázs, minden kérlek. Erőmmel azon leszek, hogy elvegyem tőle. Tudom, hogy a logikus gondolkodás, az érvelés, egy csomó mindennek az alapja. Egyszerűen én emlékszem a saját tanulmányaimra, és nem azért tudok erről logikusan érvelni, mert fél évig tanultam a B^2 - 4AC/6A, mert a hideg rázott tőle. De azért tudsz. Azért én leszek az első, aki leteszi a Benny elé ezt az alkalmazást, és azt mondom, gyermekem, apád jól tájékozódik az interneten, még amíg lehet, és nem kell érte fizetni. Úgyhogy itt van ez az alkalmazás. Használd. Erre azt mondja, matekból, hogy... de nem baj, inkább fordítsd az irodalomra, vagy a történelemre. De én hülye, már van belőle 4.0 is. De hülye ezt fogja mondani. De hülye vagy 2.1-est használsz. Ha választani lehet egyébként, most nyilván kis túlzással, persze fontos, hogy az alapokat megtanulja, de ha nekem egyszer valaki elmondja, hogy színusz, koszínusz, tangens, kotangens, de mikor használtad, Feri, a piacon? De nem azt használtad, könyörgöm. Nem érdekel, ne adjál ilyen magas labdákat, lehet, hogy tegnap. Ne, kérlek szépen. Ismerlek téged, te beülsz a retyóra, és megoldasz 3 színusz, koszínusz. Mert szépek azok a feladatok. Mondjuk érte? Biztos nem könnyű a feladat, emlékszem azért, hogy mi fogadott utánod. Mikor jöttél te utána bárhova is? Az a baj, hogy valóban nem tudod azt mondani, hogy melyik volt az a feladat, ami téged ilyen okossá tett, és ilyen racionálisan gondolkodóvá, de hogy ez nem így fogalmazódik meg, ezt nem lehet azt mondani, nyilván, hogy a színusz tétel. De ne sarkítsunk, mert most a diákok mennek az iskolába, és azt mondják, hogy a Balázs az én példaképem is ezzel a vacakkal oldja meg a feladatot, és nem kell rá készülni. Nem mondj ilyet. Nem kell gyerekek, engedjétek hát el. Hát és nem ilyet kell. Mond, megöllek. Nem kell gyerekek készülni, nem engedjétek el a matematikát, tanuljon az matematikát az alapszinten kívül, akit ez érdekel, utána az a gyerek, aki egyébként jó a humánban, az hagyják, hogy ne reáltantárgyal tömje a fejét, és hagyják, hogy humán oldalra vagy humán irányba menjen. Nekem erről ez a véleményem, de erről már a múltkor beszéltünk. Viszont nem fontosabb például, hogy tudja, hogy milyen alkalmazás, tehát nem jobb azért az, ha közben ezt is megmutatod neki, nem? Azt adom. Hogy alkalmazásokat tudjon, hogy megtalálja, hogy, ez jó. Hogy tudja kezelni, hát hogy ebben a modern világban már azt mutatod meg neki, nyilván persze írja meg a matek leckét, sarkítok. De figyelj, hogy közben korunk azért lexikonjai ezek az alkalmazások, abszolút. Kis túlzással, tehát hogy az, hogy ha ezeket tudod, hogy hol találod, hogy tudod őket alkalmazni, az gyakorlatilag annyi, mint amikor annak idén bementél, mit tudom én, a helyi Szabó Ervin könyvtárba, kikérted a megfelelő lexikont, odalapoztál, ahova kellett, és kiírogattad magadnak, ilyen. És azért ez, hogyha tényleg a viccet félretesszük, akkor ez egy nagyon komoly lehetőség arra, hogy rengeteg időt spóroljunk meg. Olyan. És sokkal nagyobb léptékekben tudjunk fejlődni. A gyere hülye lesz matekból, de lesz egy csomó ideje másra egyébként. Mert ettől nem tanulja meg, tehát nyilván nem érti meg magát a feladatot. Tessék, mondok neked matematikai szakkifejezéseket, Feri. Hagyjál mondd már. Meg, hogy ezt... Hogy kell mondani igazából. Hallod, segítsél már, ombre. Tessék, deriválás. Na, mondd meg nekem, hogy amikor ott kellett nekem ülnöm a rohadmányos deriválás fölött, azt az élet melyik területén tudom hasznosítani? Ferenc, fél percben, tessék. Nem a deriválást magát fogod, ha soha nem fogsz deriválást használni, nyilván egy átlag ember, sőt, igyekszik elfelejteni a dolgot. Azokat az elemeket fogod összerakni a fejedben ezzel, amivel aztán később például, amikor te házat építetsz a mesteremberrel, akkor legalább eljutsz odáig, hogy amikor ő azt mondja, hogy na, akkor itt 2 méter, 3 métert fölfalazunk, papa, higgy el, hogy nagyon jó lesz, 740 000, akkor legalább elkezded összerakni, hogy nem lehet annyi, mert a 7 méter, 3 méteres falban 25 darab falazó elem van, meg a beton, érted? Hogy ezt kapod a matematikától. Mondjuk az a mester, akinél ezt így magyarázgatni kell, hogy értse meg, Sebestyén barát, nem látja, hogy derékszög 86 fok?
Tehát ne kelljen már nekem a mester csekkolgatni építkezés közben. De nem az csekkolat, hanem hogy átvernek-e Vadon Jani, te, aki pénzérzékeny vagy. Hát, egész életem átvert. De nem, most nem azt mondom. De most nem a tipizálást mondom három közül, csak az, hogy vannak olyan dolgok, amik mentén tudsz menni. A matematika erre ad jó alapokat, meg jó ösvényt, de hát nektek látom, hogy hiába magyarázok. Figyelj, százalékokkal, árcsökkenésekkel, akciókkal engem nem lehet átverni. Én tudom, hogy mennyi jár, érted, hogy mennyivel kevesebbet kell fizetnem. Ebben specialista vagyok. A másban nem is, ebben azért otthonosan mozgok, mint hal a vízben. Na, százalék. Nem tökre értem, hogy mit mondasz. Persze, nyilván szükség van erre, hogy az ember logikusan gondolkodjon, meg egy csomó agyi képességet az emberben ez felébreszt. Tehát nem konkrétan a színusz, koszínusz, meg a deriválás, én ezt értem, de akkor is gyűlölöm. És éljen az applikáció. De figyelj, mi? Akkor is éljen az applikáció, amit odaadok majd a Beninek, összekacsintok vele, és azt mondom, tudom, apád is hülye volt, mint az állatmatekból. Te se tört magad. Itt van, kicsit puskázzál, legyél ezzel okosabb. Fotózz le gyorsan, amíg a tanár elfordult. Írd meg a dobát, mondja, ja. Aztán foglalkozz azzal, amit valójában érdekel. Apa, köszönöm szépen, de ez kémia. Ja? Mindegy, abból is hülye volt. Apa, te mindenből hülye voltál. Hát. Szóval, egyébként tényleg megcsinálja. Tehát megnéztem, és megcsinálja a feladatot. De a végeredmény is ott van egyébként? Minden ott van. Ez a baj. Ez a baj. Mi lenne, hogyha csak az egészet? Mi lenne, hogyha csak maga a levezetés lenne, meg egy magyarázat, viszont a végeredményt azt szüljed már meg te. Nem? De miért? Hát annak mi értelme lenne? Hát ez pont az a lényeg, hogy megcsinálja az egészet. Hát, hogy csinálj valamit. Hát ha levezeti neked, és nem csinálja meg a végeredményt, akkor az egész program használhatatlan. Tehát ennek az a lényege, hogy átvezet az egészet, és megírja neked a végeredményt. Hát ha most a végeredményt nem írod meg, akkor meg kell csinálod a feladatot. Hát akkor annak mi értelme van? Hát ez egy olyan program, amit nem tudsz használni. Én egyetlen dologra tudom ezt a dolgot így elképzelni, hogy hasznos lehet, az pedig az, amikor matematika tankönyveket lektorálnak. Hát, hogy ne kerüljön be úgy nyomdába, hogy esetleg valami nem klap. De valamiért ezt csak kitalálta. Tehát fordul. Ott is van egyfajta matektól való félelem, vagy gyermek a családban. Tehát valaki azért ezen dolgozik. Ez nyilván egy ellenőrző program, vagy gyerekeknek egy megíró program, de valamiért megcsinálták. Tehát igény van rá, egyébként brutális letöltése van, figyelj, magának a programnak. Ez egy paradoxon. Imádják. Ez egy paradoxon, hogyha belegondolsz, mert ezt olyan emberek találták ki, akik nem értenek a matematikához. De akik nem értenek a matematikához, hogy találnak ki ilyesmit? Ne, ő szerintem nagyon komolyan ért a matematikához, aki ezt a programot megcsinálta. Ő szerintem nagyon komolyan. Tehát ez, hogy befotózol valamit, azonosít rajta mindent egy számítógép, és megoldja úgy, ráadásul... Személyre szabott. Ez nagyon kemény. Ez nagyon figyeljetek, kemény. Személyre szabott applikációkat kellene mindenkinek fejleszteni. Úgy látom, hogy ebben van a jövő, ebben van a Suska, ebben van a Zsi, ebben van a Della. Ferinek is például kellene fejleszteni egy olyan applikációt, hogy például valaki megnézi, hogy mi van otthon a kamrába. Bemegy a kamrába, látja, hogy van benne, mit tudom én, liszt, van benne egy kis paprika, van benne egy kis hagyma, még némi szalonna, ezt a Rákóczi-féle applikációba szépen beüti, nyom egy entert, és kidob neki egy receptet belőle, hogy mit lehet ebből összehozni, nem? Zseni vagy, mennyiért adjuk? Hát figyelj, nézzük meg, hogy van-e rá igény, szerintem van. Figyelj, beüti az alapanyagokat, utána pedig a kis applikáció pedig kiad belőle egy kis sztorit, úgy, hogy ne kelljen elmenned a közérbe, ne kelljen elmenned a zöldségeshez, a henteshez, stb. Nem? Hát abszolút jó ötlet, persze, hát ilyeneket kell létrehozni. Például bemegyek a gardróba, nem az enyémbe, mert az enyémbe ugye csak keki van, de hogyha bemegyek mondjuk a gardróba, és látom, hogy van egy ilyen ingem, van egy ilyen cipőm, van egy ilyen zoknim, van egy ilyen zakom, a Sebestyén Balázsféle alkalmazásba szépen ezeket így beszkennelem, a fényképeket betöltöm, és kidobja, hogy Balázs, hogy állítaná össze ebből magának a kis szettjét. És aztán becsuknád a programot, és felvennéd a kekét. Így van. Jézus. Igen. És utána felvennék valami polár. Igen, például leszed. Na jó, köszönöm kis programom, de én maradok a polárnál. Így van, hol a bakancsok. De tényleg, tehát, hogy személyre szabott alkalmazások lennének. Szeretnek az emberek öltözködni? Igen. Szeretnek az emberek jól étkezni? Igen. Na. Jó, persze, nyilván én értem, meg humorizálok ezzel az alkalmazással, csak szerettem volna veletek megosztani, meg néhány diákkal is, hogy van ez a program, akinek van okostelefonja, töltse le nyugodtan, hogy vannak már ilyen programok. Amíg még letölthet ingyen. Amíg még van lehetőség letölteni ingyen. De hogy majd tényleg akkor mi lesz, amikor már mindenki így fogja a feladatot megoldani, vagy a feladatokat. Tehát, és ez az irány, ez itt van. Tehát ha írás felismerő dolgokat képesek már létrehozni matematikából, akkor ezt meg fogják csinálni. Történelemből, angol leckéből, irodalomból, és 10 év múlva, 20 év múlva ilyen irányba megy majd a leckeírás. Érted? Ebben ez a döbbenet, hogy lefotózza a kérdést, megkapja a tételt, bevásolja és kész, meg van csinálva a tétel, hogy aztán ennek milyen hátrányai lesznek, azt nyilván gondolhatjuk, szinte csak hátrányai.
hogy a gyerekek elfelejtenek önállóan megoldani, de hogy minden automatizálódik, minden kész lesz helyetted, mindent le tudsz tölteni, mindent megcsinálnak helyetted. Igen. És akarva akaratlanul ez a saját gyerekeinkre is hatással lesz, mert jobban használják, ügyesebben használják, jobban tájékozódnak ebben a világban, előbb fogják megtalálni ezt az alkalmazást, és mi most röhögünk, hogy jaj, mi lesz a gyerekeinkkel. Ez 8. általánosban, akinél van okostelefon, brutálisan elterjed, és ők már ezt jobban tudják, hogy nyugibali már 1000 éve használjuk. Érted? Tehát nyilván most én bejövök 40 éves, és azt mondom, hogy minden gyerek kezébe, azt mondják, milyen hülye felnőtt, mert a gyerek nem fog tanulni. Ebben nem az a megdöbbentő, hanem az, hogy ezt a gyerek magától fogja megtalálni. És akkor te szülőként egyébként ott vagy, hogy nézed, hogy ő hogy tanul, mint tanul, és megpróbálod a saját rendszeredet átalakítani, mert már nem az a tanulási módszer kell egyébként, mint amikor mi voltunk. Megoldják. Haditechnikában például a páncéltörő fegyverek és a páncélok folyamatosan párhuzamosan fejlődnek egymással. Lesznek majd olyan termek, ahol a dolgozatokat hírják, és ezek a termek le lesznek árnyékolva, nem lesz internet. Gyerünk, gyerekek, dolgozat, menjünk át a árnyékolt terembe, innen mindenki üljön le. Na, van valakinek internete? Hát persze, hogy nincsen. Te kis amatőrök, le vagytok árnyékolva. Te kis nyomik vagytok. Na, vegyük el a papírt, vegyük el a tollat, azt kész. Egyébként meg például a szóbeli feladat, vagy a szóbeli számunkéréstől, hogy fogja ez megóvni őket? Sehogy. Én szóbelimben soha nem fogok. 4 éve hát, nem volt szóbeli ritka, matekból. Az életemben nem volt szóbelim, csak dolgozat. Tehát nekem matek szóbelim nem volt. Nem volt? Soha nem. Támlára nem kellett megoldani. Soha semmi. A matek tanár levezette házi feladat, aztán utána dolgozatot írtunk belőle, nem volt ilyen. Igen, miért ilyen fura a hangja, Sebesti már színusz, koszínusz, tangens, kotangens. Halkítsd el a telefonját, halkítsd el. Egyébként ilyen recept applikáció már van, amit te mondtál, tehát ez már... Már megcsinálták! Ennyi idő alatt, érted? Csak kimondtad és meg kész. Itt van a neve is, tehát ez is létezik. Ne csináld már. Balázs, sokat duma, de igazad van. Mi a program neve? Azonnal tudni akarom. 15 éves és 13 éves fiaim vannak. Hát ugye? Ugye, hogy nagy segítség? Hát ez zseniális. Én ezt meg fogom nézni, ezt a receptgyártót. Na, látod, nem tudsz újat kitalálni. Fotó, mert ez a neve egyébként. Ma TH-val így írják. Fotó. Előtte. Ne reklámozd. Na, jó van. Hírezzünk egy picit, jó? És írjátok meg nekünk, drága hallgatóink, hogy szerintetek mi volt a legértelmetlenebb dolog, amit ti megtanultatok? Nyilván most kicsit mindenki vonatkozzon el attól, hogy mindennek van értelme, meg ezt vagy azt nem azért tanulod, mert az konkrétan kell, hanem ilyen vagy olyan gondolkodást indít el az ember fejében, én ezt értem. De mégis, csak eljátszva a gondolattal, biztos mindenki emlékszik egy-egy olyan értelmetlen dologra, amit azóta se tudott elfelejteni, ezt mi a büdös francnak kellett nekünk megtanulni. Lehet matekból egy dolog, kémiából, fizikából, nyilván a humánnak azért több értelme van, amit még ma se tudtunk ki verni a fejünkből, mert ha rágondolunk, hogy úristen, nekünk ezt meg kellett tanulni, kivert a víz. Ilyen mindenkinek van, szerintem. Jó? Várjuk az SMS-eket, mi pedig jövünk a hírek után. A rádiózás legextrémebb kalandja. Kapcsoljuk Dél-Afrikát. 3:48 múlt pontosan 3 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Az értelmetlen dolgok megtanulásáról beszélgettünk, és tényleg ne írjanak nekünk most azon hallgatóink felháborodott hangvételű hosszú-hosszú sorokon keresztül SMS-eket, akik azt gondolják, hogy most ezt félig meddig azért komolyan csináljuk, de egyébként igen, hogy... Olyan gyönyörűen teszed hozzá ezeket a félmondatokat mindig. Igen, tök komolyan. Nyilván, amikor az ember iskolába jár, egyetemre, főiskolára, gimnáziumba, általános iskolára, akkor nem ért néhány dolgot, hogy miért kell megtanulni aztán. Felnőtt vagy, és rájössz, hogy a 80%-át tényleg fölösleges volt megtanulni, hogy tanulhattál volna abban a 80%-ban valami tök mást, ami valójában érdekel. De aztán lehet, hogy később egy-két dolognak van értelme, akkor viszont, amikor tanulod, nem látod az értelmét. És arra kértük a hallgatóinkat, hogy írják meg, hogy szerintük mi volt a legfölöslegesebb dolog, amit nekik meg kellett tanulni. És most mindegy, hogy annak milyen hozadéka van, vagy mennyit tett hozzá az ember személyiségéhez, vagy szókincséhez, nem így nézzük, csupán abból a szempontból, hogy semmi értelme nem volt megtanulni, mert gyűlölte. Hát gyerekek, ennyi frusztrált ember azért az oktatási rendszer miatt, kevés helyen van szerintem. Szóval dőlnek az SMS-ek. Dőlnek az SMS-ek, úgyhogy rögtön szemezgetünk ezekből. Nagyon-nagyon-nagyon sok van. Valaki így a sok kérdőjele van, elég komoly frusztráció. A halotti beszéd mire volt jó? Na tessék! Beletört a nyelvünk, és azóta se épít a fél ország. Renya kérdezi. Nyilván nagyon szép, meg nagyon fontos irodalmi szempontból egyébként. Hát... Na most ne kezdjél itt nekem. Azért azt gondolom, hogy erkölcsi, a halotti beszéd az igenis fontos, az elsőkről mindenképpen érdemes tudni. Jó, de ilyen alapján minden fontos, tehát akkor ilyen alapján a biológiában az ozmózis is fontos, mert az fontos egy biológia tanárnak,
számolt ki a labda energiáját a gödörben, írt fel képletten. Fontos, hiszen fizika óra van, tehát így akkor minden fontos, de mégis amikor ott ültél és tanultad a halotti beszédet, nem arra gondoltál, igen, hogy ez a milyen fú, beszéd, de fontos, nem? A halotti beszéd az egyik, hanem a legfontosabb nyelvi emlékeink közé tartozik, és mi ezt a nyelvet beszéljük most is, ebben a pillanatban is, miközben azért a matematikáról, ugyanez nem mondható el. Tehát, mi nem mondható el? Ritka, aha, a szinusz, koszinusz, Pitagorasz tétel, mi nem mondható el a matematikában, bocsánat, tehát hogy a fel... Feri, összeadáson, igen, az összeadáson, meg a kivonáson kívül, meg százalék számításon kívül, mi a fenét használsz abból, amit megtanultál? Mire a halotti beszédet? Jó, a nyelv, amit... Értem, de a halotti beszédnek sincs értelme. Most is azon a beszéden. De nem mondod, hogy vagy muk, is a por, és én azért hallottam ezt tőled, Feri. Feri. Az más, itt az előveszem. Az más. Feri, meg, hogy is a por, és hogy muk, vagy muk. És egyébként látjátok, feleim szümütükkel. Tehát, hogy ne mondjátok, hogy nyilván van értelme, mert a legfontosabb, persze, értem, de 12 évesen egy röhely, és gyűlölöd. A téma arról szól, hogy akkor, amikor azt tanultad, miért tartottad értelmetlennek, nem kell úgy megideologizálni, hogy azért, mert a legfontosabb egyébként temetési beszéd, meg egyházi szöveg, meg nem fordítás, stb. Akkor a hideg rázott tőle, nem? Hát ez a téma, hát a hideg rázott tőle, isapor és hamu vagy muk, hát a szőr felállt a hátadon. Igen. És ültél, néztél karcsikára jobb kettőn, hogy eszi már a téli szalámi szendvicset, amőbáztál hármat, nem? És közben nem értetted. Amőbázni se tudsz a matek nélkül. Nem tudsz amőbázni, érted? Ha nincs matematika, nincs amőba. Persze. Hát tudom, hogy 5 darab X. Azt adják aha, nekem, először 5 darab X, aztán kész, meg vagyunk. De várjatok, az X az egy betű, tehát nyelv. Na, az is igaz. Jó, na, gyorsan játszunk egy Jóben bácsi Berunét, és akkor 8 után visszatérünk az SMS-re, mert rengeteg olyan hallgatónk érdekünk, akik tényleg kivannak azon, 30-40 éves felnőtt emberek, hogy egy-két dolgot miért kellett megtanulni, és azóta se tudják hova tenni. Úgyhogy jövünk mindjárt az SMS-ekkel, de előtte valakivel már is játszunk. Jóben bácsi és Berunéni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mit dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Jóben bácsi és Berunéni. A párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Sziasztok, Szandra vagyok. Szandra, hello Szandra, mit játszottunk, csinálsz? Játszottunk, nem is tudom mikor, a kislányommal együtt. De jó pár hónappal ezelőtt. Mindegy is, de nem is emlékszünk rá. Szandra, honnan hívsz minket? Én most Tahitótfaluból jelenleg. Ó, és mit csinálsz ott? Hát most viszem a kislányomat majd a suliba, meg vérvételem volt, úgyhogy nekem. Úgyhogy itt vagyunk. Hát akkor nem indult túl jól, nem indult túl jól a reggel már, ami a vérvételt illeti. Nem volt vészes. Jól van, mutatjuk, mit csinál Jóben bácsi Berunéni, figyeljetek. Oké. Okay. Ott van a kislány is? Hallja ő is? Igen, igen. Hogy hívják? Szandra. Őt is. Szandika. Szandra. Sokat nem kellett gondolkozni a névválasztáson. Az mindig egy egyszerű, dolog. Mutatjuk, hogy mit énekelnek. Figyelj! Na-na-na-na-na-na-na. Szigorú. Jézusom. Hát még egyszer kérhetem? Hogy nem, mutatjuk. Na-na-na-na-na-na-na. Hétvégén majd felmegyünk. Jó Istenem. Hegyek, Isten, vagyok is hip-hop boys, így van. Igen. Ügyes vagy, de ez ügyes vagy. Nem, ez szokott menni, általában szokott menni. Már mi, nálatok a hip-hop boys, vagy a rádióban a hip-hop boys? Nem, hogy meg tudom fejteni. Ja. Aha, hülye vagyok, ez nem esett le. Szandra, megvan az ajándékcsomag, ügyesek vagytok. Köszönöm szépen, köszi. Küldjük nektek, jó? Köszönjük szépen! Sziasztok! Ciao. Hello, hello, hello! Ahogy megfejtette. Hogy? Nem? Ügyes volt. Na, jövünk az SMS-ekkel, ahogy ígértük, és foglalkozunk az internetadóval is, mert hogy ugye napvilágot látott, hogy tervezik bevezetni, számolgattunk, megnézzük, hogy ez körülbelül mennyi kiadás jelent egy magyar háztartásnak, ki mennyit internetezik, vége ugye az erotikus filmek nézésének, vége a letöltésnek, Cudarvilág jön János Rád is minden internet használóra. Miért lenne vége, csak rosszabb minőség.
Értem. Megpróbálok alternatívákat adni, hogy hogy lehet ezt nem is kikerülni, csak megoldani, hogy az ember rosszabb minőségben nézzen dolgokat. Úgyhogy foglalkozunk az internet adóval is, és jövünk az SMS-ekkel, de csak a hírek után. Balázs, Feri, Jani, menj Afrikát! És most induljon egy újabb óra a Klassz FM-en. A távolság nem akadály. Bawoni, Magyarország! Morning Show, élőben Dél-Afrikából. Balázs, Feri, Jani, menj Afrikát! 8 óra múlt, pontosan 9 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Feri, hello, Jani. Hello! Drága hallgatók, itt vagyunk. Soroksári úton befelé a Hősök tere után baleset, nagy a torlódás. Ezt Péter küldte nekünk. Szentendrei út befelé elesett, ezt Ati üzente. Kaposvár és Balatonlele között a 67-es úton többször mindkét sávban víztócsák vannak, üzeni Tamás. A Szentendrei úton befelé az Aquincumi elágazásnál motoros baleset történt, hatalmas a torlódás, sok türelmet mindenkinek, ezért esett el egyébként a Szentendrei út, kérdezték többen, ez az oka, ha azon átjuttok, akkor már jól lehet haladni. A Nagytétényi úton mérik a sebességet, a Kampona felől érkezők vigyázzanak, jó a műsor, ezt Valta küldte nekünk, aztán a 26-os úton Sajó-Szentpéteri körforgalom után kamion a szalakorláton, Soroksári út befelé tragikus, és teljes útzár a 4-es főúton Szolnoknál, mindenkit beterelnek a városba, ezt pedig Ari küldte nekünk. Bajcsi Andrási kereszteződésben ráfutásos koccanás, két autó a kereszteződés közepén, ezt pedig Paca küldte, csak azért, hogy ott is jobb legyen a mulatság. Na, azt mondja, hogy egy-két SMS, amivel még tartoztunk, ugye arról beszélgettünk, hogy ki mit utált megtanulni, ki mit nem szeretett megtanulni, és kinek mi égett bele az agyába, amit azóta se tud használni, és gyerekként nem értette, hogy egész egyszerűen miért kell megtanulni. Rengeteg ilyen van. Gyerekként ugye nem értettük. Ott van a pi, írták ezt rengetegen, 3,14, ez teljesen berögzült. De minek? Kérdezi valaki, azóta se tudom kiheverni, írja Szilvi. Jogos a felvetés egyébként, hogy ugye 3,14 ez pi. Ugye? Azért, mert hosszú időn keresztül tanultál a piről. A pire az egyetemi kluboknak szükségük van. Érted? Mert ideális név egy egyetemi klub számára kell. Egyszerűen szükség van ezekre a szép, egyébként Feri, fogalmaz már meg két összefüggő mondatot. De én nem, én kiszállok ebből a dologból, gyerekek. Annyi, tehát mint egy Lukas korsóba vizet önteni. Tehát mint egy Lukas korsóba vizet önteni. Mert például... Jöhetél volna egy gyakorlati példával a gyerekkorodból. Pip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 
Mit csináljak ezzel a pivel? Megtanultam, hogy 3,11. Mondjon valamit, tanár úr, mi az Isten ez a pi, és mit csináljak vele, amikor már 30 éves leszek? Az, hogy amikor a gyerekednek te például varrod a farsangi jelmezt az óvodába, na, és lánygyereked van, és mondjuk alul kell egy szoknyás részt megcsinálni, aminek nagyon fontos az... Reális. Miért ne lenne reális? Reális. Nem mondom, hogy nem varsz minden héten kétszer egy tütüt. Igen, és mindig pít varok a szoknyájára. Nem varsz rá pít, hanem az alapján. Na jó, de én ezt elengedtem. Tegnap azon elmélkedtem, ismét eltelt egy nap, hogy nem alkalmaztam azt a tudást, amit az iskolában a kovalens kötésről tanultam. Különös, hogy ti is erről beszéltek ide nekünk, Lito. Pont a humán tantárgyak azok, amiket nem lehet értelmezni. Verselemzés volt nálam egy kritikus pont, írja egy hallgató. Nekünk a gimiben az ofő hosszú órákon magyarázta, hogy a költő az aktus utáni elpilledés mámoros állapotáról beszél. A verselemzéseknek szerintem semmi értelme. Nagyjából mindenki máshogy értelmezi. Írja nekünk egy hallgató. Nagyon jó kis magyar óráitok lehettek. Ugye? Tehát, hogy az aktus tudod, hányszor kaptam egyébként verselemzésre 3-as, mert nem úgy elemeztem a verset egyébként, ahogy a magyar tanár? Na. Hát micsoda hülye felfogás az, miért a magyar tanár honnan tudja, hogy egyébként József Attila mire gondolt? Ott volt? Most csak kérdezem. Ott ült mellette, és azt mondta, hogy Attila, te biztos, hogy arra gondoltál? Igen, Isovics tanárnő. Én arra gondoltam, mondta az én magyar tanárnőmnek. Majd 150 évvel később 3-ast ad a verselemzésre, mert hogy te nem azokat a gondolatokat írtad. Konkrétan ezért ez volt az indoklás, hogy ő nem ezeket a gondolatokat adta át a versről. Hát milyen hülye egy rendszer, hogy az irodalom tanár neked elmondja, hogy te mit gondoljál az adott versről. Hát így nem tanul meg a gyerek önmagától gondolkodni. Igen, nem tanul meg képekben gondolkodni. Ez mondjuk nem, hát tanári hiba. Baromság. Ez mondjuk tanári hiba szerintem, mert a tanárnő valószínűleg azt akarta viszont hallani, hogy hívták a tanárnődet? Isovics tanárnő. Isovics tanárnő valószínűleg azt akarta viszont hallani, amit ő leadott az órán, tudod? Azt, igen. Azt mondja, mondjátok meg nekem nagyon beégett, Kozák írja, tititá, titáti, szinkópa, mi a tökömnek tanultuk? Jaj, ne! Hát,
Cinkópa. Igen, cinkópa. És közben amőbáztál, a hidegrázott a dologtól. Minden, értem, persze van értelme. És a szolmizálás kézjelekkel. Tessék. Do, ré, mi, fá, szó. Nem áll, hát ez tudod, hamis. És ott áll egy tanár, és ilyen hülye kézjelekkel mutatott. Alapfokú ilyen Shiraian kung fu, tudod? Láttad, hogy a izét, hogy a sáska vonalon mozog a tanárnő, de hogy egyébként, hogy ezt mire használtad később? Mert ez ugyanúgy a magyar, ez ugyanúgy a magyar múlt, mint a isapor meg hamu vagyunk. Tehát most Kodály Zoltánt rugdosod. Kedves János, te most Kodály Zoltánt rugdosod, érted? Meg Bartók Bélát. Remélem, hogy téged nagyon sokszor megvertek, Feri. Soha remélem, hogy meg. Nagyon sokszor megvertek az iskolában, mert ilyen stréber, nyallereskedő. Én példa voltam az osztály előtt, érted? Ferike, tedd le a kezed, ne jelentkezzél. De talán ő tudom, Ferike, hagyjunk terepet a többieknek. A másik kezedet se! Ferike, üljél már le, ülj a seggeden, Ferike, ne jelentkezzél, tudjuk, hogy tudod, hagyjad Ricsikét is beszélni. De nálunk a többiek is tudták. A szádat. Mi rendes osztály voltunk, tudod? Rendes osztály. Igen. Fodrás suli, házi szappan készítés, sokat főztem, mondjátok meg, minek kellett megtanulni? Na de várjál, hát a kézműves dolgoknak hatalmas reneszánszok van mostanában, abból azért már el lehet indítani egy vállalkozást. Na, biztos. Miért? Igen. Csak ebben az irányba kell elindulni. Fodrászakon vasgyártást tanultam 1997-ben. Azóta... Mi volt ott a fodrászakon azért? Most már tegyen ott valaki rendet. Azóta se tudom, hogy minek. Minden vízbe mártott test a súlyából annyit veszt. Értem, de kit érdekel? Aha, akkor nem érted, ha így írtad le. Nem beszélt semmit. Igen, hát elvileg ugye, de így tanultuk, ugye minden vízbe mártott test a súlyából annyit veszt, amennyi az általa kiszorított víz súlya. Gyorsan akarta leadni ugye, a tanárnő az anyagot, hogyha így tanultuk, mert ugye alapvetően nem beszélt semmit. Hát alapjában nem beszélt, de ugye mi legalábbis ezen mondóka alapján tanultuk meg. Hogy minden vízbe mártott test a súlyából annyit veszt, amennyi az általa kiszorított víz súlya. Volt ez? Nekem a fizika tanárom ezt mondogatta. Kisegítő tanár. De ez egy fizika tanár, hogy van eredetileg akkor? Tehát, hogy a vízbe mártott test annyi tömeget, várjál, hogy van, hogy annyi vizet szorít ki, amennyi a tömegének felel meg kb. Ez, de nem veszít semmit, hát ez egy rossz fogalmazás. Persze, a súlyát miért nem veszítene? Hát nem, hát. Na de mégis azért veszti el a súlyát, mert nem de nem veszíti el. Igen. Hát persze, hogy nem lesz kevesebb. Hát te szép beszélgetésed. Te de szép beszélgetés. Fizikaóra. Tessék leülni, fizikaóra van. Mi is így tanultuk. Veszíten, és nálatok a földrajzórákon mi volt? Hogy előttem van éjszak, hátam mögött dél. Jobbra anyag, nyugszik, balra pedig kél. Miért tanultatok emberek, meg mindent versben? De emberek ezrei tanulták így ezt a dolgot. Hát ez nem én egyedül. Hát sokan jártak az iskolátokban. Minden vízbe mártott test a súlyából annyit vesz. Hát ez amennyi az általa kiszorított víz súlya. Mi ezt így tanultuk. Hát tudom, hogy nem veszíti el, de közben mégis annyival lesz könnyebb, amennyit kiszorít. De nem lesz könnyebb. Értem, hogy nem lesz könnyebb. A tömege marad, így van. Na, az konstans. Állandó. Mondjad? Köszi. A súlya kisebb lesz, a tömege lesz ugyanakkora. Semmilyen paramétere nem változik annak a tárnak, ami belemerül a víz. Semmilyen. Akkor miért így tanultam? A hülyén, az egész semmi másról nem szól, csak arról, hogy annak a tárgynak a tömege, az gyakorlatilag ugyanannyi, mint annak a vízmennyiségnek a súlya, amit igen. Kiszorít, de nem veszít semmit. Jó, akkor dögöljek meg. Nem. Az utolsó jó érve. Hát most mit csináljak, ha nekem meg így tanítottál? Emberek ezreit vezették félre ezzel a mondókával. Hát most mit csináljak? Hát mi így tanultuk. Volt még valamit, ami versben tanultatok meg? És rim volt a végé. Az aranyhulla 1222, azt is versben tanultuk. Mindegy, hát most ezek nekem így beégtek, de látod, hogy másnak is beégett. Hát, látom. Ráadásul akkor hülyeséget tanultunk. Na mindegy, jól van, oké. Köszönjük szépen az SMS-eket. Egyébként írják, hogy Jani, más a tömeg és más a súly. Na mi van, találtál egy magot, felcsipettet a kismadár? Nem. Tessék, a tömege marad, a súlya csökken. Jól van. Akkor jól tanultuk. Srácok, most ne, igen. A súlyából annyit vesz, én vagyok a hülye, hogy belemegyek ebbe. Igen. Súlya. Tehát veszít okay. A súlyából. A tömeg marad, ezt még... akarom neked elmondani, de basszus. Attól még a definíció nem jó, amit mondtál. A súlyából annyit vesz. A tömeg és a súly nem ugyanaz, erre akarom neked felhívni 10 perc a figyelmet. Hát nem érted? Hányos voltál fizikából? Én 3-as. Na látszik, én 5-ös. De az anyám volt a fizika tanár. Más a tömeg, más a súly.
Hát ez azért, tényleg azért alapdolgokat hol voltál te? De azért mielőtt ezt kimondtad, még elolvastad még egyszer. Nem, a képet. Már az előbb is ezt mondtam. Már az előbb is nem, ezt mondtam, az előbb is, és azt mondta, a tömeg és a súly ugyanaz. Hát hallgassuk vissza, játsszuk be a beszélgetést, hallgassuk vissza. Hallottam elsőre is. Na, felelőre visszahallgathatjuk. Persze, igen, mondtam hülyeséget, de ettől függetlenül az, amit te mondtál, az nem volt de abban a formában a súlyából. Igaz. De nem veszít semmit a súlyából. Ferenc, te voltál a Stréber? Én nem szólok bele vagyunk ebbe az egészbe, nyomjátok nyugodtan. Mert hülye vagy. Én mert is azt mondom. Én ugyanolyan hülye vagyok, mint a Jani. Megint a rádióban a net. Én ugyanolyan hülye vagyok, mint a Jani. Mi van, lefogyott az interneten, tudtál utána nézni? Én de itt van minden előttem. Elfogadom, elismerem, sajnos az elkezőjét a bizonyítványom alapján nem is tudom bebizonyítani. Igen, én matekból és fizikából, a reál tantárgyból kifejezetten hülyének számított. De most érted, végre de tudok valamit, semmi gond, végre tudok egy ilyen kis rímecskét, bedobom érted, a hallgató is bedobja, erre megpróbálsz megcáfolni egy olyan dolgot, amikor, ahol tulajdonképpen sekélyes az a tudás, amit el tudsz mutatni. Maradjál már, hát neked, érted, neked regressziós hipnózisra van szükséged ahhoz, hogy egy színusz-koszínusz beugorja. Ahhoz igen, egy tompaszök kiszámolásához is nagyon komoly regressziós hipnózis kell. Eddig meg azt mondtad, hogy ezekre a dolgokra nincsen szükség, akkor meg... Látod azért, a Kollár tanárnő villantott egyet fizikából. Ja, ez nem a Csipovics? Ez Isovics volt. Csipovics. Na mindegy, jól van. Oké. Zárjuk ezt le, mert mind a kettő hülyék vagyunk a fizikához. Kiegyezünk döntetlenbe? Ott én maximálisan aláírom, mondom, aki emlékszik rám általános iskolából, azok tudják, hogy leginkább az ablakon bámultam ki, illetve zavarodottan gyűrögettem a, hogy hívják ott a kordbársony nadrágomnak, a keki kordbársony nadrágomnak a szélét, és rettenetesen be voltam tolva, hogy ne engem hívjanak ki. Én srácok humán mollalom mozgó. Az biztos, igen, ezt éreztük. Na, internetadó. Kicsit foglalkozunk vele, nem akarunk mit pánikot kelteni igazából, tehát mindenki erről beszél, gyerekek, számol mindenki. Jani itt már tulajdonképpen gigabájtokkal álmodott és elbúcsúzott az Aleska Bestoftól. Én egész egyszerűen megsemmisítettem a már lejött a filmletöltő programjaimat, és kitöröltem minden olyan programot és torrent oldalt és mindent, ahol filmeket lehet letölteni. Hát egy kicsit beszéljünk erről, ez ugye még csak egy tervezet, nyilván nincs bevezetve. De hát most ezzel foglalkozik a magyar sajtó, mindenkit éri, mindenki számolgat, hogy mi is lesz ez, hogy lehet ezt megoldani, mennyit kell fizetni, kell-e egyáltalán fizetni, internet adó. Olvastátok az innen vonatkozó dolgokat, híreket? Hát igen. De hogy ez igazából egyáltalán nem probléma, hiszen a szolgáltatók fogják ezt majd aha megfizetni. Alapjában az a terv így van, hogy... Igen, hogy 700 forint cégek esetében 5000 forint, ugye, de hogy tulajdonképpen a szolgáltatóknak kell majd ezt megfizetnie. Ugye most egy ilyen 150 forintos gigabájtos árról beszélünk tulajdonképpen. Ugye ez az alapfelvetés, hogy ennyit kell majd fizetni 150 forint gigabájtonként. Így van. És arról van szó, hogy ugye hát ezt majd, ahogy te is mondtad, a szolgáltatóknak kell fizetni. Ugye? Ha nem hárítják át ugye a lakosságra. Nem pedig nekünk. Tehát ez nem azt jelenti, hogy mondjuk mi minden egyes letöltött film után adott esetben egy jó minőségű film, ugye egy gigabyte fölött kezdődik, és akkor már nem is a legjobbról beszélünk, mert ott azért a határa csillagoség. Hát akkor, mit tudom én, gigabyte-onként akkor le kell... csengetünk mondjuk 150 forint. Nem erről van szó. Na, csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy valóban így, ha azt számolod, hogy neked mondjuk egy film 150 forintba kerül, arra még akár azt is mondhatnám, hogy nem olyan túl sok az, de hogyha ezt a szolgáltatótól akarják behajtani, ott képzeld el, hogy ott micsoda adatforgalom megy át egy szolgáltatón keresztül. Tehát az már szerintem 100 milliós tételezés. Most ezt szerintetek valaki is le fogja nyelni a szolgáltatók közül? Csak halkan hát kérdezem. Azt mondta, a pénzügyminiszter úr azt mondta, hogy akkora verseny van jelenleg a piacon, hogy a szolgáltatók nem fognak árat emelni, mert különben ügyfeleket veszítenek. Érdekes ez a dolog, ugye van egy táblázat, sok internetes oldal foglalkozik ezzel most, hogy tulajdonképpen mennyi bekerül nekünk, ha most ezt vagy azt csináljuk, meg egy nagyon érdekes mémek is születnek, ugye tulajdonképpen itt van, hogy ránézni a Facebookra, a Viberen egy perc beszélgetés, feltölteni egy képet az Instagramra, hát azt felejtsétek el, jó? Abban a pillanatban, ahogy ezt bevezetik, ha bevezetik, akkor végeztem az Instagrammal, nem fogok én ilyen könnyelműen képeket feltölteni azért, hogy ti jól szórakozzatok ott. 11 ezeren vagyunk már egyébként az Instagram oldalon, csak mondom. 10 perc YouTube-ozás. Az több, mint a tegnapi. az több, mint a tegnapi.
Spotify-on, amit én egyébként használok, magas bitrátán, jó minőségben, mennyibe fog majd kerülni, és egészen érdekesek dolgok vannak. Te mennyit Facebookozol, Feri, például? 1,6 megabájt ránézni a Facebookra, az 24 fillér. De várj csak, az, hogy ránézel a Facebookra. Tehát csak, hogy bekapcsolom a Facebookot, mit kijön az eleje, az már 24 fillér. És ahogy gondolom, elkezdesz lapozgatni benne, akkor jön a többi pénz. Igen. Aha. Ha például Skype-olsz egy órát jó képminőségben, az kb. 600 megabájt adatforgalomnak felel meg, az 87 forint, ugye itt most nyilván ugye átszámítva, ugye a gigabájtonkénti 150 forintot, tehát ezeket számolták át. Azt nézem, hogy szörnyű egyébként, de letölteni egy Blu-ray filmet torrentről, ami 30 gigabájt, az 4590 forint. Ha átszámoljuk, de nyilván ez egy képletes számolás, mondom, tehát nem kell pánikba esni, nem erről van szó természetesen. Csak mondom, hogy feltölteni egy képet az Instagramra, ez 100 kilobájt, ugye ha most hangsúlyozom a gigabájtonkénti 150 forintot nézzük, 1,4 fillér. Úgyhogy felejtsétek el. Igazad van, ne nyúlj a zsebedbe. Felejtsétek el tulajdonképpen azt, hogy én Instagramra bármit is feltöltsek. Hmm. Csak ezt hogy kell elképzelni, hogyha mondjuk nem a szolgáltatókra áthárítják, vagy mondjuk nálunk lesz majd az, hogy jönnek leolvasni, akkor ugyanúgy, ahogy a villanyórát leolvassák, mondjuk, ha majd a routerekbe forgalomszámlálót szerelnek, akkor jön majd az internet leolvasó, és leolvassa a routerünket? Hát tulajdonképpen igen, mert ugye a szolgáltatónak nem bevétel arányosan, hanem adatforgalommal arányosan kell majd megfizetni ezt a külön adót. Sebestyén úr, mutassa a telefonját, van egy olyan beállítás rajta, hogy mennyit internetezett ezen a héten, vagy ebben a hónapban, megnézik, és már meg is vagy. Ennyi, és már fizetheted az, mennyi egy filléreket fizetsz a feltöltésé, vagy egy forintot? Hmm. Igen, na de akkor számoljunk egy kicsit, mondjuk, ha te mondjuk erotikus tartalmú filmeket nézel, és vagy mondjuk a magyar lakosság, felnőtt lakossága mondjuk néz erotikus tartalmú filmeket, és mondjuk azt átszámoljuk gigabájtokra, és sokat nézel. De várj, akkor... nem kell mondani, hogy a tartalom igazából teljesen mindegy, tehát lehet ez a vidám vasárnap is. Jó, de 720p-ben. De értem csak, hogy egy kiderül majd, hogy egyébként elmenni élőben és egy ilyen szolgáltatást igénybe venni, az már lehet, hogy olcsóbb lesz, mint interneten egyébként felnőtt filmeket nézni. Tehát lehet, hogy ez az egész internetadó, ez oda megy majd, hogy a magyar lakosság nagy része elkezd prostituáltakhoz járni, mert hogy olcsóbban kijön, ha átszámoljuk, mintha mondjuk te sok-sok gigányi filmet töltesz le, mint felnőtt tartalom. Nem? Tehát effektíve jobban jársz, ha elmész egy héten egyszer masszíroztatni egyet bum-bum finissel, mint ha otthon mondjuk internetről töltesz le felnőtt filmet, mert többe fog kerülni. Érdekes megközelítés egyébként, ilyen, hogy azt nézed benne, és akkor tulajdonképpen jó a kezdeményezés, hogy állítsuk végre vissza azt, amikor így ember emberrel találkozott, nem az interneten keresztül beszélgettünk, ugye? Tehát, hogy tulajdonképpen van, még jó is a kezdeményezés. Én tudom, mit fogok csinálni veletek kiszúrásból. Csinálok egy fotót arról, hogy de hülye vagy, hogy elolvastad, átküldöm neked maximális képméretbe, és azzal fogok szórakozni, azzal fogok veletek szórakozni, hogy minden nap, olvasd el, nagyon fontos, lefotózom, és ott maximális képméret, 3,2 gigabájt, te vársz ott, letöltött, pörög a számláló a routereden, kifizetsz 43 ezer forintot, mert Bali küldött képeket, és az lesz a fotó, de hülye vagy, ezt is benyaltad. Aha, sok fillér már forint. És minden nap kapni fogtok tőlem ilyen 4 gigás képeket, amit negyed óráig fogtok letölteni a kis wifi hálózatokon, aminek az ég egy adta világban semmi értelme nem lesz, és emberek embereknek értelmetlen képeket fognak küldözgetni, csak azért egyébként, hogy letöltsd, és egy kicsit tudjak röhögni, hogy neked a routerem beindult a számlálod, és 16 ezer forintos havidíja fizeti. Semmi nem lesz a képen, pont ez lesz, hogy teljesen értelmetlen de képeket fogok. Akkor már legyen már valami kis irónia, legyen rajta Varga Mihály. Mit tudom, egy középső újat, vagy mit tudom, bármit leírok, hogy hülye vagy, hogy megnyitottad. Hmm. És ezt így elküldöm mindenkinek 3,2 gigabájtban. És aztán letöltöd, és minden nap kapsz tőlem egy ilyen kis csomagot. És aztán jön majd neked a 30 ezeres számlam. Mit szólsz, Feri? Nagyon jó. Hiszed, majd hát igen, kapsz a humor tőlem az, valami izgalmasat. Az humor az mindig erősséged volt. Mondjuk a tizediknél így azért elkezdenék gondolkozni, hogy ki akarok-e bontani még egyet. Mert ugye a 3 giga az 450 forint. Igen. Egyébként a központban látják az adatforgalmat, tehát hogy azt is tudják csinálni egyébként, hogy ezt háztartásokra vetítik, most csak ugye mi játszunk ezzel a tervezettel, nem tudjuk, hogy ez hogy van, hogy a szolgáltató áthárítja, vagy a szolgáltató beépíti ezt mondjuk az előfizetésbe, oké, és mondjuk egy sima lakossági internet előfizetés mondjuk 700 forinttal nő, az még nem egy olyan megterhelő összeg. Tulajdonképpen nem is biztos, hogy az összeg járuléka fontos az internet adónál, hanem szerintem más, amiről mindjárt beszélünk két mondatot. De hogy közben azt is be tudják vezetni, hogy
látják a te adatforgalmadat otthon, és egyéni számlát kapsz. Nem? Gyula, ezt mondjuk jobban érted. Tehát a központban látják az adatforgalmadat. Látják. Hát lehet. Ezért nem jó, ha Bali majd minden nap küld neked egy 3 gigás levelet. Na igen. Ami az így egyet a világon semmi, semmi szerintem nem. Egyébként ilyenkor egyértelműen a kezdeményezőt kell megadóztatni. Vagyis téged. Tehát te visszaküldheted majd nekem a levelet felbontás nélkül, és abban a pillanatban akkor mit tudom, küldtem neked egy 600 megás képet, aminek semmi értelme nem volt, és akkor szépen én fizetek. Hát nem? Persze. Hát például mondjuk ugye, vannak ezek az ingyenesen használható applikációk, amikkel kommunikálhatunk egymással. Ja, ingyeneset mondjuk a Viber, akkor mondhatom is. Ahol is, amikor jön egy üzenet, akkor szépen a telefonodnak a tetején ott megjelenik egy kis csíkmond gyakorlatilag az üzenetnek egy mit tudom, ilyen harmada fele, hogyha rövidebb üzenetről van szó. Tehát én már látom, hogy mi van benne. Meg se nyitom, öcsém. Látom a lényeget, megint Balázs akar szórakozni, megint ki akar húzni a zsebemből 0,1 fillért, nem tudom hányat. Érted? Már meg se nyitom. Viszont te majd kapod utána a számlát. Igen, de az a baj, hogy ha már fogadta a telefonod, már azt kiszámlázzák, Jani. Szerintem nem kell megnyitni. Ez a baj, hogy ami a te IP címedet. De nem nyitom meg. De nem kell, nem a telefonod meg. Fogadta az egészet. Uh-huh. Nem? Nem, azt fogom csinálni egyébként, hogy átirányítom a te számodra fel. A köszönöm. Az összes Balázsért. Én rajongok az ő e-mailjeiért. Nem, rájöttem közben, meg írják is, hogy nem jó, mert ha én ugye feltöltő gárhova kijöhet nektek, akkor az nekem is ketyeg. Erre nem gondoltam. Jó, szerintem ennyit megér a humor, nem? Jó, na, én állom a cekkel, csak szívjatok ti is. Így van, mindegy, hagyjuk a francba az egészet. Nem jó, ez nem jó, ez nagyon kitaláltam. Találkozunk a csajok. De nem lesz egy ilyen érdekes lesz, hogy jönnek majd az elműtől leolvasni a villanyát, és jönnek a rútert leolvasni, vagy ha a központban mondjuk nem tudják, vagy kicsit visszamegyünk a középkorba. Nyilván önmagában szerintem ez nyilván csak egy rémhír, vagy hát bízik az ember abban, hogy ez tulajdonképpen egy rémhír, de nem csak az anyagi vonzata miatt, hanem hát azért itt fontos nyilván, hogy mindenkihez eljusson az internet, azért nyugati országokban mindenhol arra törekednek, hogy ingyenes legyen a wifi, hogy az a fajta digitális szakadék az eltűnjön ember és ember között, és mindenki tulajdonképpen alanyi jogon használhassa az internetet, ha most egy fél pillanat komolyra váltjuk a dolgot. Mindenki szakadékban lesz. Úgy értem, hogy ugye fontos, hogy olyan mindenki eléri az internetet, és mindenki tudja az internetet használni, mindenhol ingyenes wifi legyen, mindenki hozzáférjen az interneten fellelhető tartalomra, letölthesse magának, filmet nézhessen, külföldi újságot olvashasson, tanulmányokat fordíthasson le magának, tehát nyilván én azt gondolom, hogy ezt valamilyen szinten korlátozni, vagy megadóztatni ugyanakkor nagy hiba. Nem? És az összes... fontos, hogy mindenki ez eljusson. Hát ez lenne azért, hogy nyugati országban arra törekednek, hogy ez a lehető legkevőbb helyen már ingyen legyen. Hát az összes ingyen wifi-nek vége. Igen. Tehát az, hogy te, Jani, most fölültél a MÁV, mit tudom én, Budapest-Székesfehérvári járatára, amikor oda mentünk roadshowzni, és te ott közben ne tesztél, mert a MÁV-nak van ugye ilyen wifi-je a kocsikban, annak vége, mert azt neki ki kell fizetni. Jani úgyse internetezett a MÁV-on, mert általában a büfékocsiba üldögélt. És már nincs. Már a büfékocsiban üldögélt, és csoki tortát evett. Nem lesz gond. Én tényleg hiszek abban, amit mondott a nemzetgazdasági miniszter, hogy ő is bízik abban, hogy nem fogják áthárítani. Hát az lenne a legjobb, igen. Jó, ez csak egy felvetés igazából, erről beszélgetünk, mert ez sok mindenkit érdekel. Megpróbáltuk ezt humoros formában elképzelni, hogy mégis hogy zajlik. 8:30, hogy pontosan 2 perccel, 3-as ugrásra lehet jelentkezni, ha valaki szeretne, és SMS-ben teheti meg a jelentkezést, Anna látja valakit, visszahívunk, mi pedig jövünk a hírek után. A rádiózás legextrémebb kalandja. A Klassz FM-en. 3:49 lesz, pontosan 2 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, és egy tervezetről beszélgettünk, hogy a hétköznapi ember számára ez mit jelent ki, hogy használja az internetet, mennyi képet töltünk föl, mennyi képet töltünk le, mi lesz az IPTV-kkel, egyáltalán azokkal, akik filmeket töltenek le, és megfejtettük igazából itt a hírek alatt is, tehát megírta, hogy le kell tölteni az egész internetet. Tehát, hogy gyerekek, nem marad más, mint hogy letöltsük az egész internetet. Ha ezt bevezetik, töltsd le, nem? Töltsd le az internetet. És akkor bármi, amit csinálsz, ott lesz egy... Hát nem mondom, hogy egy 1 terás gigám, mert nem biztos, hogy arra ráfér az egész internet. Valószínű, hogy nem. De le kell tölteni az internetet. Mindenkinek saját szerverszobát. mindenkinek saját panelházakat, ahol tudja tárolni a saját szerverszobáját, és egész egyszerre le kell tölteni. Én annak örülök, hogy egykori könyvtárosként, hogy újra fellendül a hagyományos vonal, tele lesznek a Szabó Ervin könyvtárak, tele lesz a Széchenyi,
tök jó lesz, megélnének az emberek, és akkor majd onnan kölcsönöznek, meg ott olvasnak majd mindent, és hát ugye régi klasszikus, általam is nagyon kedvelt lapok visszatérnek majd a standokra. Amik már ugye eltűntek, hiszen az interneten már minden felelhető. Hát illetve nem tűntek el, mert kötve fűzve azért otthon vannak a polcon. Jó, hát azt csak magasan. Igen. De. Na jól van, szóval erről beszélgetünk, rengeteg mém van az interneten egyébként ezzel kapcsolatban, hát meglátjuk, hogy lesz belőle valami, vagy csak az egész egy rémhír. Közlekedési híreink vannak, elég sok, mert hogy ugye halljuk, látjuk, itt ugyan kezd kisütni a nap, de ez Budapestre és az országra nem annyira jellemző, átruhan egy hideg front éppen, és rengeteg helyen útzár, eső, átfolyás, mi van most, ha kinézel fel? Most voltunk kint ellenőrizni Lacival, ugye szokásos kis feles körütunkat megtettük, szakad az eső, itt legalábbis Budapesten hideg van, nedves a levegő, senki ne számítson semmi jóra, és szerintem a közlekedésben is látszik ez, mert legalább 4 ilyen mentőautót meg rendőrt hallottunk, rendőrautót elszirénázni a ház előtt, akik nyilván valami közlekedési balesethez sietnek. Nem tudom, hogy van-e, azt majd te látod. Ugye, lezárva az egész budai felső rakpart, a fő utca kétirányosítva, aki tud kerüljön, Dodecs küldte nekünk. Ez a Battyányi térnél van, és totál káosz van, Zé is elküldte, köszönjük szépen. A Kosztolányi téren nem működnek a lámpák, ott is hatalmas dugó van. Aztán a Soroksári úton befelé, a Hősök tere után baleset, óriási a torlódás, üzente nekünk Péter. A Szentendrei út befelé pedig elesett, igen, ott Akvinkumnál van egy baleset emiatt. Van egy kis dugó. Azt mondja, hogy Ajka, Padrakút előtt Halimba felül az úton lévő víz viatt csak egy sáv járható, üzeni Szilvi, mindenki menjen óvatosan. Bajcsi Andrási kereszteződésben ráfutásos koccanás, még mindig ott áll a két autó a kereszteződés közepén, próbálják őket letolni, de ott is hatalmas a dugó, és a 26-os úton Sajó-Szentpéteri körforgalom után kamion a Szala korláton, ezt is kaptuk SMS-ben, köszönjük szépen. Na, rengetegen jelentkeztek hármasugrásra, Anna már választott valakit, úgyhogy itt is van a játékosunk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Sziasztok! Anna vagyok. Anna, hello Anna, jó reggelt! Anna, honnan hívsz minket? Székesfehérvárról. Ó, mit csinálsz arra? Dolgozok éppen. Erre gondoltam, hogy mit csinálsz ott? Délőtt ebédet hordok. Most de van egy másik állásom, egy lottozóban vagyok eladó, és most befutottam a lottozóba, hogy többen legyünk, legyen segítség. Ó, berohantál a délutáni munkahelyedre, hogy hát ha tud valaki segíteni. Délelőtt ebédet hordasz, délután pedig lottozóban dolgozol, ezt mondtad? Igen, igen. Uh-huh. Ez két fél műszak, vagy hogy tudod ezt összeegyeztetni? Hát igen, igen, ezért mind a kettő ilyen 4 órás. Reggel gyorsan kiszorod az ebédet, és utána mész a lottozóba. Így van. Volt már nagy nyereményed? Már nem neked, hanem valaki, aki nálad vett szelvényt, jött vissza azzal, hogy na, akkor itt van Anna neked is, mint én 10 000 forint, mert sokat nyertem. Hát ilyen nincs, hogy visszahoztanak, de nagy nyeremény, de erről igazából nem beszélhetünk, de nagy nyeremény volt már a lottozóban, ugye nem tudom megmondani, hogy mennyi, mert ugye azt írja ilyenkor csak ki a gép, hogy nagy nyeremény, de történt már ilyen. És nem hoznak és vissza belőle 10-est? Hát ez milyen? Hát néha történik, hogy hoznak egy csokit, vagy egy kis virágot, hogy köszönik szépen, de ennyi. De mire elvileg kellene, vagy ez elvárható, vagy miért kérdezted Feri, hogy ha te nyernél egy lottozóban, akkor visszavinnél hát pénzt? Ha mondjuk egy ilyen 1 milliárdos tételt megnyersz, hát nem viszel be egy 5 milliót annak a szegény embernek, akit ő vetted? Hát nem fogadhatja el. Ja, nyilván nem fogadhatja el. Persze, nyilván nem fogadhatja el. Én bevinnék. Hát az de mégiscsak tőle vetted, nem lehet, nem fogadhatja el. Hát akkor megvárnám odakin. Uh-huh. Az, vagy aki már elfogadhatja. És igen. Két cuppanos puszit adnál neki, illetve egy hogyha, cserében sült csülköt. Az nagyon szép. Az emberekre. Igen, mondjuk nem buktatod le magad, igazad van. Mert hogy ezzel mondjuk elárulod magad, hogy megnyerted. Aha. De most akkor képviselem a rossz, a másik oldal, csak hogy megint én legyek a rossz. De miért vinnék én vissza pénzt, ha nyerek? Mit adott ő nekem? Mert sok, nem tudsz vele mit kezdeni. De ezt most nem, én értem, hogy az ember jó szívű, persze vigyünk vissza, oké, de egyébként milyen ideológiai magyarázat van, hogy nekem vissza kéne, tehát hogy nem nekem kell. Nem fura, hogy az emberek nem azt mondom, csak azt akarom mondani, hogy nem fura, hogy nem visznek vissza pénzt, mert hogy tulajdonképpen
ha az ember adakozó se jut eszébe, hogy valaki ott ült, ahol megvettem a lottószelvényt, akkor most én oda visszavigyek pénzt, azért mert ott vettem, nem? Nem, igazad van. Mindegy, jó. Igazad van, csak nekem van. Mert egyébként nem akartad behúzni a Jokert, azt mondta a hölgyike, hogy ja, húzza már ja, a Jokert, mert tudja mennyi van rajta, Sebestyén úr. Na, ha rábeszél, akkor igen. Akkor úgy viszont mindenféleképpen igen. Jó van, ki segít neked, nevezd meg őket, annak kik vannak körülötted? Hát az anyukám Éva, és a kolléganőm Zsóka. Ja, anyukád is egy lottózóban dolgozik? Nem, csak ő velem volt éppen a Neró közben, és így jött velem ő is a lottózóba. Ja, és akkor beszaladtatok. Jól van, oké. Na, milyenek a kérdések, Jani? Azt mondja, hogy nem tudom értelmezni őket, mert reál. Súlyal és tömeggel kapcsolatos kérdések? Nem, kerültem az ingoványos talaj, természetesen nem. Azt mondja, hogy a sport, a filmművészet, illetve, hát, tudom én, kultúra. Na, meglátjuk. Jaj. Így szól az első kérdés. Dedikált nyakbalkasztóért. Melyik sportág egyik világhírű versenye a Vuelta España? Bicikli körverseny. Beütötte, megcsinálta. Gyors volt az internet. De nagyon ügyes a mama. Tökéletes. Muter kerékpározik? Nem, kézilabdázott. Na, apukája biciklizett régen. Aha. Igen, egy országúti kerékpársport tulajdonképpen, igen. Jól van, menjünk tovább? Igen. Így szól a második kérdés dedikált Egér alántétért. Melyik országban játszódik a Gettó Milliomos című Oscar-díjas film? Indiában. Nagyon szép. Úgy van. Honnan tudtad? Szereted ezt a filmet, vagy láttad többször? Hát szeretni nem szeretem, de láttam. De egyszer elég volt. Pedig szakmába vág. Kicsit. Igen. Nem, nagyon jó film, én nagyon-nagyon kedvelem. Nem szeretted? Hát annyira nem. Többet vártam tőle, hogy a reklámok, meg a az előzetes olvasgatás alapján többet vártam tőle. Szerintem zseniális az ötlet. Tehát egy kvízjáték keretein belül bemutatják Indiát, de közben bemutatják, hogy az ilyen típusú műsorok sok országban hogy készülnek, vagy hogy készülhetnek, és hogy mennyire manipulál a tévé, és közben milyen az igazi India. Ez szenzációs. Azt hiszem, a Danny Boyle csinálta nagyon. Igen. Nagyon jó kis film egyébként. Jól van, Anna, ügyesek vagytok. Harmadik kérdés előtt vagyunk. Tovább menjünk, vagy inkább viszitek a fixet? Megkérdezem a többieket. Mi lesz a harmadik? Mit mondtatok, fiam? Kultúra. A kultúra. Kultúra. Egy ország kultúrájához szervesen kapcsolódó, emblematikus helyről van szó benne. Jó, azt mondja mindenki, hogy menjünk. Így szól az utolsó kérdés dedikált óráért. Hány elnök arcmását vésték az Egyesült Államokban található Rushmore-hegy oldalába? És most név szerint, illetve hogy merre néznek. Így van, remélem jól számoltam össze. Tanakodunk? Vagy 4, vagy 5? Na? Na, gyorsan egy választ. Egy fél pillanat, és már számoljuk az elnököket ma. Le fog járni az idő. Bizony. Hát ez hogy jött ki ez az öt? Igen, vagy a másik oldalon van, vagy én számoltam rosszul. Igen. Mondjad, Feri, mit akartál? Semmi, csak megint a játék, hogy ennél már az is jobb, ha valamit bedúrantasz, mint hogy időn túl megy. Mondtam, hogy ő. Igen. Igen. De az a rossz válasz. Ráadásul rossz. Ugye? Ráadásul rossz is. Igen, mert 4. 4 lett volna. Elmondtuk. De ez így van. De még bumozhatok egyet, hát ha sikerül. Mennek az ajándékcsomagok, figyelj. Jó, indítjuk az ajándékcsomagokat. Okay. Elindult a Boom szoftver, Tiki Taki. Új, gyönyörű! Ez oda lett téve! A minden itt ekkora boom volt! A támadat! Istenem! A szalidét! Bejelzett a boom szoftver, ami nagyon ritkán szokott! Anna! Nem is tudunk, de legalább boom volt, hogy tudunk!
Az, na. Igen, hát mekkora bum volt ez, te jó Isten, mekkora bum volt. A mindenség itt neki. Konkrétan Székesfehérváron az összes lottózó felrobban. A mindenit. Mit mond a muter? Nem, ez nem a muter volt, ez a kollégadő volt, mondta, hogy egy mindenképp felrobban. Egy mindenképp felrobban, így van. Na, ügyesek vagytok, megvan az ajándékcsomag, hát ekkora bumot már régen hallottunk, hogy erre a szoftver is ad. Kinyomtam, hogy amit ütőből jött. Azt éreztem, hogy ebben benne volt az egész napod, a reggeled, a lottozó, az anyád, a kérdések. ebben most minden ott volt. Minden kijött ezzel a bummal. Igen. Oké, annak küldjük az ajándékcsomagot, ügyesek vagytok. Köszönjük szépen. Ciao. Sziasztok. Hello. Sziasztok, csokolom. Mekkora bum volt ez? Jó. Gyönyörű. Na így jó. Bevérzett a hangszál. Igen, Balaton ellen 67-es úton trafi, méghozzá kifelé haladókat mérik. Köszönjük szépen, ebben a pillanatban jött. És van még egy, azt néztem itt az előbb. Igen, hogy a Kőbányai út Könyves Kálmán kereszteződésénél nem működnek a lámpák, ezért mindenhol nagy a dugó, kerüljétek ezt a kereszteződést, mert nagyon nehéz átjutni. Így van. A Vágási Feri már 20 éve megmondta, nagy üzlet, az internet, be kell szállni. És milyen igaza volt. Milyen igaza volt. Vissza kell néznünk egy csomó részt. Igen, beszállok az internetbe, mondta ezt Vágási Feri, igen. Na jól van, 5 perc, pontosan 9 óra jönnek a legfrissebb hírek, mi pedig jövünk a hírek után. Balázs, Feri, Jani, menj Afrika! Ha indul a reggel, és kivet az ágy, a vár a csap felett, habzik a szád. Vagy a kávé után, a kormány mögött, vagy kint az utcán. Télen és nyáron a hajnal hasad, a melóban vagy csak pirítod a hasad. Valami terrász magához húz, lehetsz makor elnök, vagy egy hián húz. Tudod, hol a helyed, ha robban két szó. Balázs, Feri, Jani, menj Afrika! Morning Show, élőben Dél-Afrikából, a Dzsungel Stúdióból. 9 óra múlt pontosan 8 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Hello Feri, hello Jani, hello! Jó reggelt! Morning Show hallgatók, ott is hideg, itt is hideg, ez a közös bennünk, bár több ezer kilométerre vagyunk egymástól, de otthon hideg front, itt pedig évszázados hideg rekordok dőlnek meg, senki nem érti konkrétan, hogy milyen idő van. Mármint itt. Nyilván otthon így október végén, november elején ez már megengedett. Hóeséssel mi van? Jön, nem jön? Mit mondanak? Itt nálunk a hegyekben, igen, a hegyekben. Mi már a hétvégén fölmegyünk a hegyekbe, és lehet szánkózni és síelni. Hát azt jó, nyilván nem, de valami szerintem ilyen hószálingózása lesz a Mátrában. Kis persze. Aha. Na jól van, Szénatértől Moszkva térig nem működnek a lámpák, Ronin küldte nekünk, Csorna környékén a vasúti átjáró lámpák szintén nem működnek, és emiatt hatalmas dugó van, Moszkva teret, igen, mondtam, köszönjük szépen, ott is nagyon nagy a dugó. Kőbányai út, azt mondja, versus Könyves Kálmány, teljesen jó lámpa, oké, nincs senki ott, ezt Zolcsi küldte nekünk, ezek szerint ezt megjavították. Balaton lele 67-es úton trafi, méghozzá kifelé haladókat mérik, vigyázzon mindenki. M6-os 41-es kilométerénél Budapest irányába van most fotózás, és lezárva az egész budai felsőrakpart, a főutca két irányosítva, aki tud kerüljön, hatalmas a dugó. Ezt is most kaptuk. Olyannyira ítéletidő van otthon, hogy előkerültek nálunk már a téli ruhák is, a kutyának a téli ruhája. Jaj, nem már! Szegény. De ő tényleg meg... Nem látok. Eltűnt. Nem látok. Jani, ő tényleg belehalna egy mondjuk egy -3 fokba? Nem tenne jót neki. Aha. Tehát, hogy azért ez nem egy ilyen úri passzió, hát eleve nálam ugye fura is az árukapcsolás, az úri szó az én nevem mellett, előtt, mögött akármi. Nem, neki kell. Tehát, hogy egy kis boxer, nem túl vastag a szőre, és elég fázik, hogy meg most már öregecske is, és hát előkerült most az ő kis szettje, amiben úgy néz ki, mint egy ilyen, vagy mint egy mutáns agár, mert van az oldalán egy 10-es szám is, mintha valamilyen futó dressz lenne. Na, de hát szegényben lehetett máshogy kivinni. Tudjátok, mint gondolkozom? No. Nyilván nem tudjátok, honnan nem. Tudnátok, mert most jutott eszembe, illetve pontosabban tegnap este gondolkoztam ezen, amikor olvastam mindenféle Magyarországgal kapcsolatos híreket, és azt olvastam, hogy milyen klasszul alakulnak most az üzemanyag árak. Mert hogy több éves mélyponton vannak, ugye, és megint 5 forinttal, a 95-ös benzinén 9 forinttal csökkent, tehát olyan szép dolgokat hall az ember.
és ezzel tulajdonképpen ugye több éves mélyponton vannak az üzemanyag árak, ami egy jó hír, ugye? Szerintem sok embernek nyilván. 400 de alatt vagyunk. 400 alatt, így van, hát én nem is tudom, hogy mikor volt ilyen 390 forintos üzemanyag ár, tényleg több évvel ezelőtt. Ami jó hír. De hogy, ugye évek óta nem lehetett ennyiért tankolni. De hogy amikor azt halljuk, hogy bizonyos dolgok emelkednek azért, mert emelkednek az üzemanyag árak, ugye? A kereskedelemben. Tudom, mit akarsz mondani. Akkor miért nem halljuk azt, hogy amikor több éves mélyponton vannak az árak, akkor csökkennek ezek az áruknak az értéke, vagy az ára. Tehát mindig van az üzemanyag áremelkedésnél egyfajta áremelés, nem? Így és bejelentik bizonyos szektorban dolgozók, hogy nekik most árat kell emelni. És aztán, amikor az üzemanyag több éves mélypontra kerül, és csökken az üzemanyag ára 20 forinttal, 30 forinttal, ami azért sok, ha belegondoltak, 40 forint a literenként, hát ennyire olcsó a benzin tényleg nem volt most évek óta. Akkor nem hallott, hogy ugyanezen szektor képviselői azt mondanák, hogy egy évvel ezelőtt emeltünk, de most akkor csökkentjük az árat, mert hogy ugye 30-40 vagy 50 forintot csökkent a benzin literenkénti ára. Gyakorlatilag minden, ami szállítmányozással összefügg, az benzin áremelésnél emelkedni szokott. Olyan, mert a lisztet így is van. El kell vinni, tehát igen, és tök jogos a felvetés, hogy most 40 forinttal olcsóbban tankol a szállítmányozó, akkor miért nem megy lejjebb az ára? Tehát mindig csak az emelkedés számít, a csökkenés soha nem számít. Most tudom, hogy ez egy olyan kérdés, ami könnyű sikert aratni, nem is ezért dobom, hogy igen, igazad van, jó megmondani, nem ezért, csak hangosan gondolkodom, hogy ilyenkor miért nem jönnek elő azok, akik egyébként azt mondják, amikor emelkedik az üzemanyag, hogy azonnal nekünk is árat kell emelni, mert emelkedett az üzemanyag. Hát most olvasom tényleg, hogy több éves mélypontra mérséklődött az üzemanyagok ára szerdán. Még mindig csökken az ár. Tehát ki tudja, hol áll meg. Hogy akkor mi a fene? Hát, ha nagyon reálisan akarom nézni, vagy próbálom nézni a vállalkozók oldaláról ezt a történetet, akkor annyi más teher is van egyébként rajtuk, hogy nyilván már nagyon kis haszonkulcsal tudnak csak dolgozni. Ilyenkor meg, amikor 40 forinttal lejjebb megy az üzemanyag, akkor talán egy picit föl tudsz lélegezni. Érted? Uh-huh. Mert hogy annyi más teher is van, nem tudom mennyit lehet keresni egy ilyen fuvarozáson az üzemanyagon, de én arra gondolnék, hogy most azt mondják, hogy úgyis vissza fog majd menni az ára, amire még hogy nem igaz, de valószínűleg ők ezt prognosztizálják, hogy egy fél év múlva újra visszamegy 400 forint fölé, és akkor meg ugyanott leszünk, most legalább egy picivel több pénzt lehet keresni. Nem tudom, ez csak egy okfejtés. Hmm. Igen, meg nyilván, hát én is tényleg csak hangosan gondolkodom, hogy logisztikailag azért nem egy egyszerű dolog azt megcsinálni, hogy folyamatosan mondjuk a benzinárakat, vagy a szállítmányozási árakat kövessék az egyéb ilyen-olyan fogyasztási cikkeknek az árai. Na jó, csak itt ugye nem arról van szó, hogy mondjuk 2 forintot emelkedik, csökken, hanem itt most egy komoly tendencia van, hogy 30-40 forintot csökkent, és örülünk, mert újra 400 forint alatt van a benzin, hát volt már 420-430, tehát itt azért most már azért ilyen 30-40 forintokról beszélünk literenként, az nagyon sok. 2-3 forintos csökkenés, emelkedés, persze ezt mindig belekalkulálni, és ahhoz képest hozni az árakat, az nyilván igen, abban igazadva lehetetlen. De most, ahol van olyan kút, ahol 380 forint egy liter benzin, most azért az a 4-30-hoz képest, ha két végletet nézzük, az 40-50 forint. Így van, és a fölfelé ugrást... Sok ember megérezné, nem? Így van, és a fölfelé ugrást azt nagyon hamar be tudták iktatni az árakba. Jani, ez a te mondatodra reagálva ugye, hogy nem lehet, mert nagyon nehéz ezeket. Amikor emelkedett, akkor egy hét múlva már ezt lehetett látni a termékekben, úgyhogy ezt is lehetne most, igaza van Balázsnak. Nyilván utopisztikus gondolat, persze, még nem gondolnám, hogy így működne a kereskedelem, csak megdöbbenve láttam, hogy ennyi a benya. Gondoltam, hogy megkérem a Tibit, vigye el a kocsit tankolni. Ha már úgyis használja, tudod, akkor vigye már el. Legalább keresek egy kicsit, amíg itt vagyok kint, és nem tudok tankolni. Hogy akkor most mire visszamegyünk november közepén végén, hát ki tudja, lehet addigra újra elszállnak az olajárak, emelkedik a benzin, hát nehogy már. És vigyen ki neked is még ne az olcsó benzin. Tessék? Vigyen ki neked is 3 marmonkannával, mert ott is van egy kis autó, amit használsz, ugye? Olcsó üzemanyag, vigye innen. Autóhoz már nem nagyon hasonlít. Itt ilyen, tegnap tankoltunk Zsüllel pont, egy döbbenetes benzinkúton, majd teszünk föl róla fotókat, hihetetlen, tehát én nem is tudtam, hogy egyáltalán léteznek ilyen kutak. 93-as benzint tankoltunk, mert 93-as volt, de nem hiszed el, 93-as. Azt hiszem, az volt a legmagasabb oktánszámú, vagy talán, nem, 93-as, kétfajta 93-as volt, de 98-95, hát erről ne is álmodj, a shop része az külön tanulságos. Kijött egy mamma egy ilyen kis kötényben, és furán nézett ránk, mert adtunk neki 10 ilyen kis kunaborra valót, ami komoly 240 forint, és egyszerűen megcsodálta, körbejárta, megpuszilta, imádkozott. Tehát nem akarta elhinni, hogy ez
Egész egyszer, hogy történt meg, és ott tankolt ilyen 230 forint litere, 250, valahogy így van. Tehát olcsóbb még mindig. Akkor érdemes fölvinnünk kézipodgyászba. Hát gondolkoztam rajta, hogy valami ilyen kis kannácskákban valahogy vigyünk haza, igen. De jóval olcsóbb, mint Magyarországon. Ilyen 230-250 körül van litere. Az óriási lenne, ha ott állnál a vámnál két ilyen 20 literes kannával, és a kérdés, mi van benne, benzin, mi lenne? Simán fölengedik, nem? Hát szerintem zokszó nélkül. Persze. Hogyne. Annyi, hogy rakni kell rá egy ilyen kis szetlit, hogy igen. A duty free-be vásároltad, és onnantól kezdve. Mi ez a szag? Olcsó parfüm. Ennyi. Hát van, aki ott használ, valaki nem. Na mindegy, írja valaki, te gondoltad volna, hogy 15 év vagy annak fogunk örülni, hogy 400 alatt lesz a benya? Milyen durva egyébként. Hát egyébként tényleg, nem? Igen. Hogy hova elugrott. Na ezen gondolkoztam. Jó van, nem akarok én erről hangosan gondolkodni, csak mindegy. Adok én neked más gondolkodni valót. Nem tudom, hogy mi van velem mostanában, hogy iskolai tankönyvek között bóklászom, és a vers az, ami engem igazán megérint. De megint van egy, erről néhány héttel ezelőtt már ugye beszélgettünk egy versről, megint van egy érdekes dolog, ami nagyon komolyan megosztja a közvéleményt. Az egyébként igen kiváló kortárs Varó Dánielről van szó, avagy Varó Dani, aki ugye hazánk egyik nagyszerű költője, és rengeteg gyerekverssel állt már a nagy közönség elé, és ezt mindenki szerette. Hát most kérlek szépen az 5. tankönyvben a 6 jó játék című gyerekvers jelent meg, elemzésre nyilván, és hogy erről alkossanak. Ebből, bocsánat, csak hogy közveszül, hogy gyerekek, ennyi minden van a magyar tankönyvben, hogy óránként ki fogunk borulni, vagy itt tehát mindig a hazajön majd a gyerek, erre készüljek, és akkor igen. Óránként nem, de elemeznünk kell, és kiborulni, és veszekedni, hogy az, hogy ez most jó, hogy benne van a tankönyvben, vagy nem jó, hogy benne van a tankönyvben, vagy ezeket te hol? Szülőkordják neked? Vagy mi van? Ez az interneten is terjed, most már ebből nagyon nagy botrány van. Itthon nekem meg egy óvodás szülőtárs mutatta meg, akinek van 5. osztályos gyereke, aha, hogy ezt nézzem ez már jó. Meg, hogy én mit szólok hozzá. Mi nem borulunk is, nekünk nincs időnk rá, csak tanul a gyerek, és tanul, és magol, de tényleg. Na, és miről szól a vers? 6 jó játék kisbabáknak, így ez Varó Dániel verse. Nem olvasom fel mind a 6 verszakot, bár nem hosszú egyébként, de az utolsó verszak az így szól. Olvasd fel az egészet. Jó, csak okay. Hogy nézzük meg, ha azt mondod, hogy nem hosszú, hogy értsem, hogy mi van a kiborulás, mert nem ismerem ezt a verset, hogy tudjam, hogy most jogos-e a kiborulás, vagy nem. Na, jó játék a cicafarok, szélte pont egy babamarok. Én húztam meg, mit akarok? Jó játék a cicafarok. Tehát macskafarok húzgálás. Második. Jó játék a mobilteló, fogalmam sincs mire való. Lenyálazom, aztán hello, jó játék a mobilteló. Jó játék a laptop kábel, főleg, ha még nem lopták el. 4 fogaddal hip-hop rágdel, jó játék a laptop kábel. Jó játék a lapát, azzal ütjük apát. Orrot, fület, lapít, jó játék a lapát. Jó játék a verses kötet, van rajta egy teljes köpet. Átnyálasztam, még egy jöhet, jó játék a verses kötet. És az utolsó, jó játék a konnektor, én jöttem rá magamtól. Beledugom, hol egy toll? Jó játék a konnektor. Na, gyerekek, ez szenzációs. A vers maga valószínűleg, igen, ezt fölolvasod egy 4 éves gyereknek, és ezután a következő igen? Történik, a gyerek teljes mellszélességgel kiállhat saját maga mellett, hiszen apa olvasta neki ezt a verset, amiben az van benne, hogy gyerekem, te rágd el nyugodtan a laptop kábelt, mert ez egy jó játék, és egy tollat dugjál bele a konnektorba, mert az megint egy nagyon jó játék. Igen, én megmondom őszintén, nem mondanám rá, hogy rossz vers. Ez egyáltalán nem egy rossz vers, csak itt azt érzem, hogy ez egy felnőtteknek szóló de vers. De hogy szól a felnőtteknek, gyerekek, ne borítsatok már ki, most komolyan mondom, megőrülök tőletek. Két ilyen, nem is tudom, elmegyek, komolyan iszom valami. Miért lenne ez egy rossz vers? Azért... Ötödikeseknek szól. Az ötödikes... Nem, bocsánat, igen, az ötödikes könyvben van benne, de ez így egy gyerekvers, ami megjelent, okay. Amit te felolvashatsz az 5 éves Beninek. Már bocsánat, én azzal kezdtem, hogy szerintem ez egy jó vers. Értem, de hogy azt mondtad, hogy emi, ugye nem ajánlod, hogy ez felnőtteknek szól. Én meg azt mondtam, hogy miért szólna már felnőtteknek?
Nem értitek, hogy miről van szó? Tehát itt tényleg azt gondoljátok, hogy a gyereknek te egyébként, aki mondjuk ötödikes tanuló, vagy negyedikes tanuló, vagy első osztályos, elolvasol egy ilyen verset, és az a vers miatt fogja bedugni a konnektorba azt a rohadmányos ceruzát. Hát ne csináljátok már, hát olyan öreg urasak vagytok. Hát még felnőttek ilyen verset olvasnak? Miért lenne ez a vers felnőtteknek való? Felnőtt ember ilyet olvas, hogy jó játék a konnektor, én jöttem rá magamtól, bedugom, hol egytől jó játék nem a konnektor. Nem szeretem helyesen értelmezni ezt a verset, egy felnőtt tudja leginkább. Ezért gondolom, hogy felnőtteknek való. De mi az, hogy helyesen értelmezni? Mit kell ezen értelmezni? De nem értem, amit mondasz. De mit értelmezzek rajta? Na, például azt, hogy jó játék a konnektor, és beledugom hol egytől, jó játék a konnektor. Ha nincs elmagyarázva, meg azt, hogy egy lapáttal ütni apát, az mókás, hogyha mondjuk ez egy homokozó lapát. Persze. Ezt értette felnőttként. Gyerekek, vagy nagyobb gyerekként. Már. Hát ez komolyan mondom, hát pontos, nem attól fog... Igaza van a Janinak ebben, hogyha te nem állsz ott szülőként a verseskötet mellett, és nem magyarázod el, és nem az ötödikesről van szó, 3-4-5 éves gyerekről, ezt a verset neki is felolvashatod. És ha utána ti nem beszélitek át, hogy érted, hogy mit akart a költő, drágám, nyilván nem így mondod a 3 éves gyereknek, de hogy a konnektorban nem dugunk tólat, mert meg fogunk halni. Érted? Aha. Ennyi. Hát gyerekek, én azt gondolom egyébként, hogy nem a vers miatt fogja a gyerek bedugni a konnektorba, vagy nem bedugni a konnektorba. Ez arról szól, hogy mit csinál egy baba. Egyes szám első személyben van írva. A babák egyébként tényleg ezt csinálják. Rágják a laptop kábelt, fogják a lapátot, ráütnek apa fejére, megpróbálnak a konnektorba minden dolgot beledugni, de ha mondjuk ez egy ötödikes tankönyvben van, és te mondjuk nem 3 éves gyereknek olvasod, és hangsúlyozod, hogy jó játék a konnektor, dug bele szépen, hanem mondjuk az ötödikes gyerekek így tanulnak meg verset elemezni, nem mondjátok nekem, hogy egy ötödikes iskolás gyerek majd hazamegy, és azért, mert elolvasta Varró Dániel 6 jó játék kisbabáknak című versét, fog egy ceruzát, aztán beledugja itt az a értelmezésről van szó, szerinted egy kisbaba honnan tudja, hogy azért nincsen meg az a laptop kábel, mert ellopták. Ez egy felnőtteknek szóló információ. De nem, egy felnőtt tudja értelmezni az ellopott laptop kábelt. De nem a kisbabáknak szól ez a vers. Ez nem a kisbabáknak pontosan szól, de nem is a felnőtteknek. Ötödikesek tanulják a verselemzést, tanulják a rímeket, tanulják a főneveket, tanulják az igét, tanulják az egyes szám első szemét. Jobb, mint egyébként egy számukra teljesen emészthetetlen verset kapnak meg, és tanulják. A kisbabának nem azért olvasod, mert tanulja, a kisbabának is elolvashatod, hallja, a rímeket tetszik neki, mosolyog. De ezt elolvasod egy 3 éves gyereknek, hogy jó játék a lapát, azzal ütjük apát, nem fogja a gyereket 10 évesen lemészárolni a saját apját. De, de senki nem erről beszél. Az teljesen szörnyű, hogy... De Balázs, abban teljesen egyetértünk, hogy ötödikeseknek oké a vers. Én pont arról beszélek, amit nem akarsz megérteni, hogy a 4 éves gyerekednek olvasol. Olvasod most fel. Egy ötödikes tankönyvben van benne, minden, nem? Hát az most ezt kimásolták. Értem, ő egy kortárs író. De a Varró Dani köteteit megveheted, és tök jó dolgokat ír. Én is olvasom a gyerekeimnek. Ezt idáig nem jutottam még el. Érted? Én azt vélelmezem ebből, hogy én ezt felolvasom, az egyébként csontrossz somának, hála jó Istennek, állandóan ilyeneket csinál egyébként, akkor ezzel még példát mutatok, hogy látod, jó játék a konnektor, dug bele a tollat, és jó lesz. Persze, akkor elolvasod neki az egri csillagokat, és ezért lemészárolja a törököket. Jaj, nem áll. Hagyjál már, jaj, hülyeség ez. Nem fogja bedugni a gyerek a konnektorba, a gyerek attól fogja bedugni, nem azt csinálja a gyerek, amit te mondasz neki, hanem azt csinálja a gyerek, amilyen mintát lát otthon. Ha te nem dugdosol neki konnektorba, és elmondod, a gyerek nem hülye, csak gyerek. Tehát a gyerek nem azért lesz hülye, mert egyébként viccesen elolvasol neki egy gyerekverset, a gyerek az azért lesz értelmes, mert egyébként utána átbeszéled vele, és elmondod, hogy mit lehet és mit nem. Ki az a gyerek, aki azt mondja, hogy hát én azt elolvastam, akkor fogom a tollat, bedugom. Hát dehogy dugja bele, nem kell hülyének nézni. Gyerek, hát ez nem hülye. Nem attól fogja bedugni a konnektorba, mert Varró Dániel megírta, hogy jó játék a konnektort, bedugom hol egy toll. Hát ez a konnektor egyébként egyszerű képzettársítás, ez egy szörnyen egyszerű, nem azt mondom, hogy primitív gondolkodás, de egy szörnyen egyszerű dolog. Hát akkor ne olvassál a gyereknek, nem tudom, olyan dolgokat, amik a fantázia világról szólnak, ne olvassál neki ilyen vicces dolgokat. Hát van humora a gyereknek, pontosan a különbséget tud tenni, hogy jó dolog a lapát, azzal ütjük apát. Tudom, mit csinál én 4 éves gyerek? Röhög, nem fog oda menni, és háromszor egy szírlapáttal agyonütni a saját apját, aki aztán súlyos testi sértés miatt kórházba kerül, mert a gyerek elolvasta Varró Dániel versét. Hát ne legyetek már ilyenek. Hát ez nem vagyunk van. Ilyenek. A konnektor egyébként is egy vonzó közeg. Én elmeséltem, én anyám kisollóját dugtam bele 6 évesen, és meg is rázott ezt az mondta, áram. Igen. Na, hála Istennek, csak belsérelmi nyomok vannak belül, és agyi károsodás, de
sérelmi nincs. Érted? Tehát, hogy az egy egyébként is egy izgalmas dolog, én egy picit azt érzem, és abban meg megint neked van igazad, hogy ha jól elmagyarázod a verset a végén, akkor a szülő ezt megfogja, vagy a gyerek meg fogja érteni. Csak szerintem egy csomó szülő erre nem fogja venni a fáradtságot, hanem ezt valahol olvassa a verset. Az a gyerek... szülő, aki már Varró Dániát olvas, az már veszi. Tehát az a szülő, az aki veszi. Nem olvas Varró Dániát, az már nem, azután már nem is fogja elmondani a korrektort, érted? Tehát ha annyira értelmes, hogy felolvasod a gyereknek ezt a verset, mert megvetted Varró Dániel könyvén, akkor utána szerintem nem kell attól félni, hogy a gyereked akkor most hall valamit. Hát függ attól, hogy hogy adod elő, függ attól, hogy mit mondasz annak a gyereknek. Nem attól fogja a gyerek bedugni, hogy egy versbe hallja, és utána oda megy, és valójában bedugja. Jó. Szerintem. Tesztet ajánlok az ügyből kifolyólag. Én ezt haza fogom vinni ezt a verset. El fogom olvasni a két gyerekemnek. Előtte bedugózom az összes konnektor. Ne, még a világért sem. Ja, hogy az azért legyen izgalmas. Egy jó lapátot készítsél oda, egy laptopot, és ne legyen mellette kábel és egy verses kötetet, és előtte fogyasszon jó sok folyadékot a gyerek, hogy legyen elég nyála. Így van, tehát ezeket megteszem, és felolvasom a két gyerekemnek a verset, és kíváncsiak, hogy mi lesz. Figyelj, 5 évesen elolvasod, és arról átbeszél, elkezdted egyébként, jaj, amikor te is pici voltál, jaj, milyen aranyos dolgokat csináltad, elrágtad a laptopkábelt, hát ez egy kicsi babáról szól, bedugtad a konnektorba a ceruzát, jaj, látod, apát se ütjük be, egyébként mit csinál a gyerek? Tényleg bedugja a ceruzát, tényleg elrágja a laptopkábelt, lát egy lapátot, azzal meg fejbe akar vágni mindenkit, mert 1-3 évig körülbelül ez eddig terjed a gyerek, vagy mondjuk az első 2 évében, nem? Hát most én nem tudom, lehet, hogy én gondolkozom hülyén, de hogy bennem nincs ilyen félelem, hogy én most ezt 5 évesen elolvasnám a Beninek, akkor utána fogna egy ceruzát és beledugná a konnektorba, dehogy dugná, röhögne kettőt a versen, és aztán pontosan tudja, hogy nem kell bedugni a ceruzát a konnektorba. Tehát te egy mintát adsz át a gyereknek. De a mintában pont benne össze, van a... De nem a verssel adod át a mintát, ez egy vicces vers. Te azzal adod át a mintát, ahogy élsz, amire tanítod, amilyen felfogásod van, amilyen világnézeted van. Az nem a gyerek, nem egyenes, hogy felolvas egy hír, ugor kútba, kiskakas, itt van, nem tudom, a gyerek lát egy kutat, és majd beleugrik. De a gyereknek nem ilyen. A bibe meg a kakas meg a körte a torkánokat, és akkor kútba kellett ugrani 1 liter vízért, lát a gyereked egy kutat, hát ne olvasd föl neki, akkor azt a mesét. De a gyereknek ez nem fekete-fehér az élet, érted? Hogy, mert egyébként például tegnap este a botmixert, hogy bedugtam a konnektorba, és utána... Szemléltetve a gyereknek, hogy rázd meg az áram. Nem, hanem bedugtam, és megcsináltam a vacsorát. Ahhoz ez pont jó, mert hogy utána felolvasom neki ezt a verset, és az ő kis fejében nem áll össze a kép, érted? Hiszen apa is dugdosott a konnektorba még egy órával ezelőtt. Akkor én miért ne? De ő neki nem fog összeállni az, hogy ne egy kis fémpöcköt dugjál bele, mert akkor annak csúnya vége lesz, szerintem. Tehát ha elmagyarázod normálisan, akkor lehet, hogy jó, én... Jó, de hát akkor figyelj, én az égigérő passzújt elmondom a Beninek, az égigérő passzújt imádja, kicsit beleszövi saját magát, és arról szól mindig, hogy egy karddal rohadtul lekaszaboljuk a sárkányt, és harcolunk a szobába, és levágja a sárkány fejét. Nem félek attól, hogyha most én adok neki egy kardot a kezébe, az beleszúrja az anyjába. Mert nincs sárkány, érted? Mert nincs hát sárkány, hogy az analógia éle. És nem azért, mert a Viki sárkány, mert nem az. De egyszerűen azt gondolom, és azt feltételezem a saját gyerekemről, meg arról a mintáról, amit mi szülőként átadunk neki, hogy a gyerek igenis különbséget tud tenni egy vicces, helyes, egyébként kisbabákról szóló vers között, és a valóság között, és ha én kardozós, legyilkoló, sárkányülős játékot játszom vele, és tényleg veszek neki egy műanyagkardot, nem szúrja bele a hátamba, miközben éppen nem a kedvenc vacsoráját teszem neki az asztalra, és nem lesz annyira dühös, hogy mondjuk levágja az anyja fejét, mert túros palacsintát kapott a lekváros helyett, mert a gyerek gyerek, de nem hülye, csak gyerek. Érted? Ez tehát, igaz, ez tökéletes. Igaz, nem is állítottuk, de azért némi magyarázatot azért lehet fűzni szerintem. Szerintem a vershez. Tehát, hogyha megnézed, akkor ott azért van például a felszólító módban is, azt mondja, hogy 4 fogaddal hip-hop rák, de jó játék a laptop kábel. Tehát, hogy gyakorlatilag felszólítja a kis hallgatót, a kis olvasót arra, illetve olvasót nem, mert nyilván felolvassák neki, mert pici gyerekről van szó, hogy rágd el a laptop kábelt, ha még nem lopták el. És a gyerek azt csinálja, amit egy versben hall, vagy azt csinálja, hogy te élsz? Gyakran csinálja azt, amit te mondasz neki, vagy amit hall tőled, vagy amit de amire te rászoktatod, amire megneveled, amiről leszoktatod, amit tiltasz neki, amit engedsz neki, a gyerek él egy viszonyrendszerben, a gyerek nem egy vers alapján kezd el működni, hanem a gyerek azon viszonyrendszer alapján él, amit te felállítasz neki. Ha hagyod, hogy elrágja, vagy hagyod, hogy betörje az ablakot, vagy hagyod, hogy túrja az órát, megcsinálja, ha ezt megtanítod neki, akkor nem a vers alapján
alapján kezdi el csinálni, hanem azon minta alapján, amit te tanítasz. De ha minden este ilyen verset olvas, ha minden este ilyen verset olvasol, és minden nap elrágod a laptop kábelt, nyilván ő is elfogja. De azért, mert egyszer átmentek Varró Dániel kisbabáknak szóló versén, hogy ez a gyerek nem fog elkezdeni elrágni a laptop kábelt, ebben egészen biztos vagyok, mert nem így működnek a gyerekek, szerintem. Arra az esetre emlékszel, még az Amerikai Egyesült Államokban egy 10 éves lemészárolt a komplett family-t, és a pszichológusok megállapították, hogy annak köszönhető a dolog, hogy a gyerek nagyon sokat videójátékozott ilyen öldöklős játékot. Várjál, hallgass már végig, légy szíves, hogy az ő a kis agyában nem tudta elválasztani azt, hogy a videójátékot, mikor újra játszod, akkor mindenki ugyanúgy él. És hogy jön ez a gyerekvershez? Úgy, hogy te most azt mondod, hogy a minta, nyilván az ő szülei is elmondták, hogy kedves Jack, ha valakit lelősz, az meg fog halni, és nem fog élni többet. És ő a videójáték alapján azt mondta, hogy de hát a videójátékban is újra él mindenki. Nézd, Feri, én értem ezt a párhuzamot, de mégse. Tehát az, hogy játszol egy olyan videójátékot, mondjuk 8 éven keresztül, ahol az öreg néni 500 pontot ér, ha baltával ölöd meg, az 1000 pontot ér, ha egyébként közelről fejbe lövöd, az 3000 pontot ér, ha esetleg még nem tudom, még közben belerúgsz a holttestébe, azért 500 pontot, és a gyerek elkorcsosul, párhuzamban állítani, hát 6 jó játék kisbabáknak Varró Dániel versével, hogy a gyerek majd ember fog ölni, vagy elrágja a laptopkám. De hogy karikírozom, hát a kettő azért nem ugyanaz. Tehát a gyerek nyilván egy számítógépes játékban felállít egy álvalóságot, napi 8-10 órát játszik, szoron közben és mindenfajta frusztrációját a videójátékban öli ki, majd azt gondolja, hogy ez a valóság. De hát azért szerintem picit nagyot léptünk egy gyerekvers után a videójátéktól, ahol egyébként baltás gyilkosokkal ölhetsz meg öreg nénit, és ezért kapsz 1000 pontot, és kaszabolhatjátok egymást. Tehát a kettő, igen, értem az érvelést, de ott nyilván ott is azért más a dolog, hogy a gyerek játékfüggő és 3 éve 10 órát játszik, meg hogy gyerekverset olvasol, elrágják a laptop. Igazad van, de tehát, azok a gyerekek, akikről Feri beszél, már alapvetően amúgy nem is gyerekek, kis kamaszok, akiknek elviekben a te logikád alapján, vagy a te érvelésed alapján már egy magasabb fejlettségi szinten, magasabb értelmi szinten kellene lenniük, mint mondjuk a kisbabáknak, vagy a kisgyerekeknek, akiknek már aztán maximálisan különbséget kellene tudniuk tenni a valóság és a videójáték között, azt mégsem. Ilyen alapon akkor ne vidd moziba, ne enged tévét nézni, ne nézze a való világot, ne nézze a celebet, ne nézzen semmit, érted, sokkal többet árt, az bárcsak minden szülő egyébként Varró Dánielt olvasna a gyereknek, és még nem engedni, hogy napi 6-8 órát üljön a tévé előtt. Hát azért nem gondolnám, hogy egy vers árt, hát akkor érted, ne nézzen tévét, ott is összekeverheted a valóságot, a realitást, rengeteg mindent a gyerek fejébe ülnek, aztán úgy nézik a tévét ellenőrizetlenül, érted? Akár igazad is lehetne, de én egy szóval nem mondtam, hogy ne olvassák, csak így van. Üzenek hozzám magyarázatot, ennyit mondtam. Ezt senki nem mondta, hogy Varró Dani verse rossz, és ne olvas Varró Danit a gyereknek. Ebben az esetben számomra felmerült a kérdés, csak úgy, mint nagyon sok szülő számára, hogyha ezt te olvasod, szülőként olvasod, akkor nem lesz ez követendő példa a gyerek számára, hogy igenis el kell rágni a kábelt, és bele kell dugni a konnektorba, ahogy hívják ott a tollat. A vers jó, Varró Dani jó, ha minden szülő úgy olvas verset, ahogy te mondtad most, hogy utána elmagyarázza, akkor nincs baj a világgal. De szerintem meg ez nem mindig gyerekek, így van. Ennyi minden van az irodalomkönyvben. Én lehet, hogy kihagyom a gyerekkel az iskolát. Minden héten hozol valamit, hogy neked az egyik szülő ezt mondja, a másik szülő ezzel húzza fel magát, hát ez kész. Én nem tudom, milyen, merre megy az oktatás. Mi történik itt, kérem szépen? Minden héten találunk valamit, nem? Mik vannak a gyerek könyvében? Mert rajtunk ennyit nem vitatkoztak a szüleink, nem? Hozzák vissza a Petőfi Sándor szeptember végén. Na, tessék. De tényleg, de most már minden héten felbukkan valami, amin szülők ezre írják. Már az se túl pozitív, ha belegondolunk. De nem, abból a szempontból igaza van a Ferinek, hogyha minden héten jön valami, amin ennyit lehet vitatkozni, és tulajdonképpen szülői meggyőződés alapján lehet eldönteni, hogy jó vagy nem jó, hát akkor ezek érdekes viták lesznek itt. Hát most már minden héten felbukkan valami, nem? Hát a múlt héten pont úgy hoztuk azt a másik verset. Igen. Az az érdekes, hogy mindig akkor vitatkozunk már ezekről a versekről, amikor már benne vannak egy könyvben, és nem pedig az előtt, hogy belekerülnének a könyvbe, mert akkor az elég sok energiát megspórolhatnánk, meg egy problémát is adott esetben. Na mindegy. Hát igen, máshogy látjuk. De nem baj, jó erről vitatkozni. Igen, ha elmeszelik, akkor legfeljebb a magyar tanárok majd begyűjtik a könyveket, és oda helyeznek a lap mellé szépen egy vonalzót. Ja, ha elmeszelik a verset, arra így gondolsz. Így van, és majd adják nekik hetedikbe. Uh-huh. Jó, érdekes volt, máshogy látjuk, de nincs ezzel baj. 9:30 múlt, pontosan 4 perccel. Jönnek mindjárt a nap legjobb pillanata, itt vagyunk egy kicsi szünet után. A rádiózás legextrémebb kalandja. Kapcsoljuk Dél-Afrikát. 3:40 lesz pontosan, 5 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, és mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is volt szó a mai napon.
De közben egy-két SMS még, mert van, azt mondja, hogy jelöltem. Apámba hallgatlak benneteket, kimentem, behoztam egy lapátot. A fater magához vette a nagykést, és eszik tovább. De szemmel tart biztos. De jó. De közben figyel, hogy mit akarok. Igen, ez egy hülye vers akkor is. Ferinek adok igazat, ötleteket ne adjunk a gyereknek. Hülye szülőnek, hülye a gyereke. Kapjuk SMS-ben, köszönjük szépen. Balázs, de magadból indulj ki. Tudod, hogy mennyi idióta és felelőtlen szülő van, ez egy rossz vers. Kaptuk ezt is SMS-ben. Mindannyian takarodjatok a médiából. Na, ez idevágó. Na, de ez legalább így csomag. Köszönjük. Feri, annyira igazad van, üssük már le balit, ezt M küldte nekünk. Köszönjük szépen. Boci-boci tarkával mi van? Kérdezi egy hallgató. Balázs, most úgy tűnik, mintha nem lenne gyereked, a gyerek olyan, mint a szivacs, ez nem egy jó vers, ez Nóci küldte nekünk. Köszönjük szépen. Gyermekpszichológus vagyok, higgyétek el, a gyerekek még nem tudnak ennyire sematikusan gondolkodni, ez egy jó vers, képletekben tanítja meg őket sok mindenre. Kaptuk ezt is SMS-ben. Három gyerekem van, a legkisebb 2 éves, a legnagyobb 8, Balázzsal értek egyet, nem attól csinál a gyerek dolgokat, mert rímekbe szedve olvasod az ötleteket, megcsinálják enélkül is. A kiskacsa fürdik, meg egy depressziós ének, nem? Kérdezi Niki. Hát igen, abszolút megoszlanak a vélemények, nagyon sokféleképpen látják. Bali, te nem csak a matekhoz vagy hülye. Olvasunk a gyereknek inkább 3 perces meséket. De milyen jó, hogy nem értettem veled egyet, de azért én is kapom. Elég rendesen. Hát, mindenki kapja. Mindegy. Igen. Varrodan ismertebb lett, mint Petőfi, hála nektek. Ezt Janó küldte nekünk. Köszönjük szépen. Bali, mérhetetlenül nem bírsz túllépni a saját igazadon. Jött ez is SMS-ben. Gyere haza Afrikából, teljesen sötét vagy. Ferének full igaza van. Állj már le, és ne erőlködj tovább. Ha a gyerek hal valamit, azt megcsinálja. Hát azért reméljük, hogy nem. De ez is egy érdekes hozzászólás, hogy ha hal valamit, akkor azt megcsinálja. Nem egészen pontosan értem, hogy mire gondol a hallgató. Jó. Igen, sok SMS, csak mennünk kell tovább. Oké. Feri, a nagyobb része veled ért egyet. Egyébként, hogy nem szabad ilyet olvasni a gyerekeknek. Nem ezért hoztam, meg nem ezért hoztam így, hogy egyet értsenek, vagy nem. Érdekes volt megint a két megközelítés ebben igen, a dologban. Igen, szerintem inkább ezért volt érdekes, hogy ki hogy látja szülőként nyilván. Mutatjuk, hogy miről volt szó a mai napon. Okostelefon alkalmazásról beszélgettünk. Hát ha ezzel az irodalommal kihúztuk egy ufát, vagy kihúztam, akkor most mágián fognak elégetni már 10 óra előtt, mert találtam egy okostelefon alkalmazást, és azt próbáltam veletek megosztani, hogy azon szülőknek, akik egyébként hát szenvednek a matekkal, és a gyerek se nagyon érti, hogy miről van szó, már van egy alkalmazás, ami megfejti a feladatot. És hogy hová tart majd a tanulás, ha irodalom, történelem, meg tételeket, történelem tételeket tudunk úgy kidolgozni, hogy elolvassa egyébként az applikáció a kérdést, és utána megadja nekünk a választ. Azt fejlesztik most, hogy már kézírást is föl tudjon ismerni ez a matematikai alkalmazás. Érdekes dolog egyébként. Sok mindenre nem jó, de erről beszélgetünk, mit lehet ezzel csinálni, és az internet adót is megvitattuk, hogy mi lesz velünk. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Morning Show. Morning Show. A Klassz FM-en. Rájöttem, hogy ez nem jó, mert a feltöltésért is fizetni kell, úgyhogy ezt nem fogom nektek csinálni. Ez nem egy jó biznisz. Mi van frissít a telefon? Mi van frissít a tévé? Már jön is a számla. Ne frissítsen az a... Nyilván ugye most arról van, hogy lesz egy felső határa, mondjuk 200 forint háztartásonként, tehát ugye nem kell ezt gigabyte mennyiségre átszámolni, mert akkor itt 50-100 ezeres tételek lennének, csak a rengeteg IPTV, a rengeteg frissítés, tehát itt azért sok-sok kérdés van egyébként. Meg nem? Hát várjuk ki a végét, egy törvénytervezetről van szó, igazából nem jó, hát tudjuk, most mi is csak eljátszottuk a gondolattal. Persze, csak kérdezem. Beszélgetünk róla, mint még igazából semmi sem fix. Jó, de ezt a képtöltést, ezt elvetem. Ez nem jó, mert én is fizetek a feltöltésért. Ez nem, azt hittem, hogy ki tudok veletek szúrni, de nem. Csabi, hello, jó reggel. Szevasztok, jó reggelt. Ma többször egyet értettem veled. Végig veszekedtük a reggel. Ezt most az végig egyetértettem veled. Te és ezt a Balázsnak mondom, nem a Ferinek. Nyali. Megmondom őszintén, azért szeretjük ezeket a témákat és egy kis kulisszatitok a műsorkészítéssel kapcsolatban, mert igazából van, aki kevésbé népszerű, és van, aki sokkal népszerűbb egy-egy téma felvetésnél, attól függ, hogy ő mit képvisel, vagy melyik oldalon áll, de nem is ez a lényeg, hanem hogy tudunk olyan dolgokról vitatkozni, amit a hallgatóink is így gondolnak, kvázi mi önfeláldozó módon oda dobjuk magunkat a hallgatóinak, képviselve mondjuk egy kisebb tömeget, mint Varró Dániel versénél mondjuk én. De ugyanakkor ezen jót lehet vitatkozni, mert van, aki így gondolja, hogy én, és van, ahogy úgy, mint a Feri, nem? Vagy ahogy te, Csabi, mert hogy mindenki szülő.
Szerintem ez egy izgalmas dolog. Ugyanakkor nyilván az ember kevésbé népszerű néha egy-egy véleménnyel a hallgatók táborában. És én azt gondolom, hogy nagyon sokan nem tudják, hogy mit gondoljanak. Ez cél. Nem tudják, hogy mit gondoljanak, és épp ezért hallgatják meg a mi véleményünket, vagy a ti véleményeteket. Mert hogy... De tessék, te például olvasnál egy ilyet a gyereknek, egy ilyen verset? Én simán. Simán, és szerintem együtt nevetnénk. Mint ahogy az összes Varró Danél, amit mi olvasunk nekik, együtt nevetünk, sőt, mi még színházba is elmentünk a Varró Dani miatt. Tehát, hogy mm-hmm. érted? De itt nem a Varró Dani van a hangsúly egyébként. Így van, semmi baj nincs, ezt elmondtuk. Mert hogy a Varró Dani egy kiváló költő, és ez egy jó vers. Mi nem erről beszéltünk a Ferivel, hogy ez egy rossz vers lenne. Némi magyarázatot kell hozzáfűzni, megadod Persze. neki a kis irányt, megadod a csapás irányt, amin a gyereknek a gondolatai elindulhatnak, és akkor onnantól kezdve egy jó nem kell újraindítani a vitát, mindannyian végighallgattuk. Én azt gondolom, és hát nézve a Facebookot, a legnagyobb vita azon van, hogy ez jót tesz-e a magyar fiatalságnak. Ha az irodalmi értékét nézzük, akkor szerintem mindenképpen. Szerintem nincsen nagy baj, hogyha verseken vitatkozunk. Tehát, hogy ez már önmagában jó, meg ráadásul olyan szülők vagyunk, és ez kiderült szerintem a beszélgetésben, és meg a téma kibontásából, és akit igenis érdekel, hogy mit olvasol a gyereknek. Máshogy látunk dolgokat, és ez jó, ez mert nem baj, szerintem, a igen. probléma az, amikor a sok szülőt, természetesen tisztelet a sok-sok kivételnek, nem érdekli, hogy a gyerek mit olvas. Minket meg érdekel. Halló. Ja, hülye vagyok, rányomtam. Hello Balázs, Jani, Feri, Csabi, Morning Show. Szia! Sziasztok. Hát én meg megtapsoltalak, azt hittem, hogy mondod, hogy Morning Show, hello. Azt hittem, hogy fogom mondani. Elfelejtett, aranyos vagy. Elfelejtetted, igen. vagy mi történt? Teljes mértékben elfelejtettem. Igen, azt hiszem, nekünk 80 kilós vagyok, már ötször elúsztattam a fürdőszobát, de egy dekát se fogytam. Archimédesz egy pancser. Kedves ismerősöm mondta ezt régen, aztán így pont illet erre, amiről beszéltetek, aztán gondoltam, hogy elküldöm. De most igen, ugye az volt a témánk, hogy nyilván sok hasznos dolgot tanul az ember, de van úgy, hogy diáként azt gondolja, hogy mi a francnak kell ezt megtanulnom, mikor fogom ezt használni, és vártunk a hallgatóinktól SMS-eket, hogy ki mit tartotta a lehető legfölöslegesebb dolognak az iskolás évek alatt. Van, aki a pi számot, van, aki Archimédesz törvényét, és te is erre reagáltál. Ugye, arra sajnálom, mert hát ritkán van lány. Sajnálom. De igen. majd még próbálkozok azért. Aztán jó, figyelj, te vagy a nap hallgatója, csak nincs ajándékcsomag, ennyi a különbség. Igen, de van. Talán van plusz ajándékod mára is. Na. Van egy csomag, igen, megkapod. Azt hallgass meg. Jaj, de igen. jó, oké. Okay. Jó rendben. Ó, atyaisten, mennyi mindened van, most látom. A reklámblokkból kiderül, jó? Nem mész el üres kézzel, jó? Jó, nagyon szépen köszönöm, oké, rendben. Köszi, hogy minket hallgatsz, Anni, ciao. Örülök, hogy beszéltem veletek. Sziasztok. Hello. Csabi Kámra meg zenei lesznek ma is. És csak még egy gondolat, hogy mennyire egyetértek veled ma, hogy amikor majd visszaemelkedik a benzinára, akkor viszont jön majd az áremelés, ebben biztosak lehetünk. Hozom nektek Sam Smith-t, akinek szinte minden dalát eddig játszottuk. Az első a La La La, talán emlékeztek rá, ezt a Naughty Boy-jal készítette. A tavalyi nyár egyik legnagyobb slágere volt, és most van egy vadi új, friss, klassz slágere, az a című, hogy Restart. Nem na-na-na, la-la-la. Hát az volt az első, ja, óta la-la-la, a második a na-na-na. Igen, azóta megtanult szöveget írni. Igen. Mi a recept, Feri? Kérlek szépen, kolbászfesztivál van Békés Csabán. Egyrészt ugye rám ne nagyon számítsatok hétfő reggel, tehát egy négy napos helyebújjába indulok bele, holnap hajnaltól, de azért bejövök. És ha már kolbász, akkor természetesen kolbász chips, hiszen ugye, ami drága, kedves Gáborunk a csütörtöki adásban elmondta, hogy a chips az jó, ha jól csinálják, kolbászból lehet csinálni. Meg tegnap a Varró Dani versek felolvasása előtt tököt faragtunk a srácokkal. Egy nagyon jó fűszeres tök leves van kolbász chipszel, és utána pedig egy könnyű saláta, mert azt meg utánad megyek abban, hogy már nem kell nagyot vacsorázni. Hat után, tehát egy jó tartalmas leves és egy kis saláta az pont elég. Na mit szólsz? Egészséges, a chipset kivéve. De azzal meg ne foglalkozzatok, mert a kolbász finom. Na, jó, van akkor. Jó, ezt kitettük. Fejtök, így van. Papa fején jól pörög. Ez az, de jó vagy, Jani. Úgyhogy ez már kint van a Facebookon, és akkor a Csabai Kolbász Fesztivál, pedig erről már beszéltünk. Rengeteg nagy koncerttel, nagyon sok emberre jó buli, tessék eljönni. Megyünk. Hozok nektek ajándékot, jó, hétfőre. Jó, és edd meg. Ne ennyire menő lennél, én azt csinálnám, gyerekek, ezt hoztam. És ezt is hoztam. És ez is miért jó. Hoznám, ha itt lennétek, de így viszont magamnak hoztam. Hétfő korábban jövök. Igen. Jó, helyes. Csináltok valamit a hétvégén? Van már valami program? Én olyan kíváncsi vagyok. Most lesz egy 2-3 nap szünetetek talán. Van terv? Hát, nincs. 2 nap szünetünk van.
mert hogy szombaton már újra dolgozunk, úgyhogy igazából olyan nagyon-nagyon messzire nem tudunk menni. Itt azért ilyen 6-800 kilométeres távolságok vannak, mondjuk Cape Town, Fokváros, vagy Durban, amit érdemes megnézni az Indiai óceán partján, de mire leérnénk, már jöhetnénk vissza. Úgyhogy szerintem itt maradunk Manspruit környékén, és nézzük a semmit. Igen. Én találtam egy nagyon jó üzletet, nagyon sok benne a Nice Price címke. Jó? Senki ne olvassa föl a gyereknek, vagy ne énekelje azt a dalt, hogy sorskútba tesznek, onnan is kivesznek, kerék alá tesznek, onnan is kivesznek, jönnek a törökök, mindjárt agyon lőnek. Milyen világ ez? Na jó van. Hozzá nekünk kolbász, Feri. Jó, hozok. Majd ha hazajöttök, akkor kaptok reggelit, rendeset. Azt lehet mélyhűtőbe? Tedd a mélyhűtőbe. Lehet, hát sült kolbászt, azt le lehet még sütés előtt is fagyasztani, úgyhogy frissen fogjátok majd megkapni. Jó? Jó van. Csabi jön a kívánság műsorral, 555-55-00. Ez a telefonszám, mindenkinek jó pihenést a következő négy napra, ami előttetek áll, mi pedig hétfőn 6 órakor jövünk. Szevasztok! Sziasztok! Sziasztok! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Hétfőn reggel 6-kor újra a mikrofonhoz ülnek az éter nagy ágyúi. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani.